Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7:02, jó reggelt, szevasztok, legyen mindenki happy, mert meghallgattuk azt a dalt. Jaj, de kellemes volt. Ebben az órában szerintem egy nagyon jó kis nóta. Azt gondolom, hogy senkinek nem rondít bele a reggelébe, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek természetesen. Majd egy picit később leszünk tempósabbak és meg zúzósabbak is. Pont. Egy pár perc elteltével, de azért nagyon jó volt ez a kis nóta is. Igen, pont azt mondtam, amit a Lacival kezdtünk el erről vitatkozni, hogy ez nekem nem boldog. Hogy egy kellemes, aranyos dal, hogy happy... Hát ő így boldog, mindenki happy. Másképp boldog. Igen, ez igaz, és amikor megvan a nagy hát durranás, akkor így viszont, hogy happy... Van neki egy egész élet is kevés ahhoz, hogy megtalálja a géppontját. Ami a boldogság kulcs, ami... Szóval nagyon jó a dal, nagyon kellemes, nagyon aranyos, csak így reggel hatra egy kicsit én, nem tudom, egy valamivel temposabbat választottam volna, de lesz akkor hamarosan. Szevasztok, kedves hallgatók, remélem mindenkinek nagyon jó volt a hétvége. Olyan, mint Jánosnak. Ha, szóval nem volt rossz egyébként, nem? Olyan túlságosan sok dolog nem történt benne, de azt azért elmondhatom, hogy mostanában nekünk minden hétvége jut egy születésnap. Elég nagy a baráti társaságnak azon része, ahol mindig van valamilyen kisgyermek, és akkor a kisgyermeknek meg ugye évente egyszer, ez ebben igazából semmi meglepő nincsen, van egy születésnapja, úgyhogy most a hétvégén is ünnepeltünk egyet, nagyon jó volt, imádnivaló volt az egész. Én azt szeretem a legjobb benne, amikor a cuki pici baba, aki nyilván még nem tudja felfogni ezt, hogy neki egy születésnapja van, azt a pillanatot, amikor fellobban az a bizonyos ilyen szökőkút esőt zúdító gyertya a tortának a közepén, meg amikor elkezd tapsolni mindenki, mint az állat, meg amikor megszólal ugye az emblematikus Halász Juditdal, akkor abban a pillanatban ő is elkezd kacagni és nevetni, úgyhogy nálunk is volt egy kis hanácska. Nekem még egyszer. Mindig úgy be tudsz kérdezni. Igen, a Feri a bekérdezések nagy mester ebben a műsorban. Igen, hogy égessük be a másikat. Nem akartalak beégetni. Akaratlanul is, de igen. Csak azért akartam ráfűzni, mondod, hogy kettő, hogy képzeld el, én is egy két éves gyerek születésnapján pontosan, és hány éves volt, és egyébként a gyereket hogy hívják? Jó. Ez egyébként érdekes, most én egy két éves a Noelnek a születésnapján voltam. Ugye kettő volt, Hannácska is, és Noel is kettő volt. És ott néztem, de ugyanezt mondom az én gyerekeimnél is, hogy ilyenkor nyilván van mondjuk jó esetben legalább két pár nagyszülő, vannak ugye a szülők, meg még a szülők testvérei, tehát az ő unokatesói, és akkor az történt most is, hogy volt azt mondja 7 ajándék. És ott egy picit így ültem, és a Noel így kapta az ajándékokat, megkapott egyet, szegény nem is hagytuk örülni. Olyan hülyék vagyunk mi szülők, nem? Vagy ismerősök, vagy barátok, vagy szülők, mert azonnal szegény még meg se tudta nézni rendesen, nem is tudott vele játszani, már jött a következő, hogy kis gyere ide, édes Zsuzsikám, itt van a következő ajándék, hogy jó ez a nagy rázúdítás? A mikorunkban nem nagyon volt divat, tehát egy szolid 40 évvel ezelőtt, vagy 42-vel, amikor én 2 éves voltam, nem nagyon emlékszem. Az ajándékhegyek? Az ajándékhegyek. Hát, szerintem jó. Szerintem jó, hogy van sok ajándék? Szerintem igen, ott abban a pillanatban nyilván csak úgy, szerintem ott a bontás meg a kicsomagolás az sokkal nagyobb élmény, maga az ajándék. Tehát az, hogy nem tudja még mi van benne, oké, kinyitja, látom, jó, arrébb tudom, jöhet a következő. Tehát maga a csomagolás az nagyon jó. És aztán majd ottan majd elkezd neki örülni, szerintem. Aha. Tehát, hogy inkább az. A lányom is egyébként imádja ezeket a csomagolásokat. Volt olyan, hogy össze volt készítve az unokatestvérének, az unokabátyjának az ajándékaival, a karácsony ajándékaival az övé is, és azokat is felbontotta, és aztán vissza kellett őket csomagolni, és egy picit csalódott, amikor kiderült, hogy nem, az az axié, az nem a tércicám. De nagyon örült neki, hogy ő kibonthatott kétszer annyi ajándékot, mint mondjuk tavaly volt, de hát azt nem mondom, a kétszer annyira kiderült, hogy csak fel annyi valójában. Javasolnám idén karácsonyra üres papírdobozok becsomagolva. Bontsad édesem. Rengeteg szalaggal, rengeteg graffiával, rengeteg kötöző anyaggal. Ha a bontás a lényeg, akkor meg lehet neki elég, neki elég is ez, szerintem. Mi azon gondolkozom, hogy jobban el kéne húzni, de hát mondjuk így is egy jó 4 órás szett egy ilyen, hogy egy egész nap, és akkor reggel kibontja az elsőt, játszik 1 órát vele, 10 óra kibontja a másodikat, játszik vele 1 órát, dél kibontja a harmadikat, megint játszik vele. Igen, ha otthon csináljátok, viszont szerintem, hogyha az ember attól fázik, mondjuk, hogy 3-4 órán keresztül tart egy ilyen kis születésnapi összejövetel, akkor az mindenképpen vigye valamilyen játszóházba, aztán fogja rájuk, mondja azt, hogy sajnos 2 óra. Tólik, előttünk is ott vannak, utánunk is jönnek, csak 2 órát tudunk maradni, aztán mindenki csácsá.
Jó? Hát így alakoznál, ragudjak. Jó, most azért rokonokat, barátokat nem viszel játszóházba, nem? De. Tényleg? Abszolút. Nekem nem jutott eszembe, az hát, ilyen óvodás társakkal, mert picit okay. Nagyobb a lakásotok, mint a miénk. Ja. Hát, tudod, ősen négyzetméterre azért, aha. Na most tehát, nekünk 60, ezért, 67. Aha, pisték itt vannak, igen, a hátad mögött. Igen, benned van, pont azon a hátadban. Na jó van, úgyhogy ennyi, ezen gondolkoztam én is így a születésnap alkalmából, és tegnap Nyíregyházán jártam. Na. Gyerekek, mindenki menjen Nyíregyházára. Aha, igen. Aki arra egyébként jár. Egyébként igen. De az olyan szép lett. Én nagyon régen nagyon nem szép. Voltam, illetve voltunk itt kitelepülésen, de valahogy engem így nem, tehát hogy valahogy akkor nem kapott el a dolog. Mondjuk az, hogy egyedül ülsz egy autóban oda kettő veled, vissza kettő veled tegnap este, annyira, az is szép. Azt annyira gyűlöltem tegnap este a hazautat, hogy nagyon, de volt Nyíregyházán dolgom, és elindultam, nem akartam vinni a srácokat, mert nekem el kellett indulnom 6:30, mondom, az nem jó, ne keljenek föl, elég jól alszanak ilyen 8:30, mondom, hogy hagytam a francba a dolgot, volt programjuk. Egyébként elmentem két helyre, az egyik a belváros, uh-huh. Sétáló utc, ott van egy ilyen Kockapalota nevű hely, ami a dánok ide költöztek a kis izével, a kis játékkal. Képzeld, de itt csinálják Nyíregyházán a Legót, most mindegy, hogy ki lehet azt mondani. Na, jól teszik. Marha nagy járat, és akkor arra ráhúztak egy ilyen nagy játszóházat, tök jó volt. Gyönyörű, a második helyszín, meg délután kint volt az állatkert. Hát az. Hát a Nyíregyházi állatkert, hát az egy csoda. Ott, amit csináltak, de tényleg zseniális. Kezd zöldülni a dolog, fehér tigrisük van, így néztem el, mondom, milyen átfestettétek, srácok, hogy mi történt vele, és mondta, hogy ez ilyen nagyon különleges faj, mert ez ugye nem jellemző, szerencsétlen, nyilván éhen döglik, mert mindenki észrevesz, hogy jön egy fehér pamacs az erdőbe, egy vatta csomag érkezik, ugye, úgyhogy ő észreveszi ezt, hogy az állatok észreveszik, és nagyon szép volt egész Nyíregyháza. Iszonyat jó. Komolyan. Hát, hogyha valaki egyébként arra jár és családos, az a Nyíregyháza állatkert, és azon belül zöld piramis ne hagyja ki, mert egyszerűen megdöbbentő. Zseni, tényleg, mi is nagyon szeretjük. És ha már Nyíregyháza jártok, akkor látogassatok el a nem messze található Nyírbátorba is, mert azt meg én ajánlom mindenkinek. Tényleg, ott van egy gyönyörű harangláb, egy még gyönyörűbb templom, egy nagyon szép sétáló utca, meg az egykörű Nyírbátori várnak egy felújított ebédlő részlete. Az is nagyon szép, ott is van kiállítás, nagyon jól néz ki. Egy ebédlő részlet? Igen, hát nem sok maradt. Az egy ilyen magtárként funkcionáló épület volt hosszú időn keresztül, szinte csak az maradt meg az egykori Nyírbátori várból, és azt aztán felújított. Az gyakorlatilag a váron belül a palotának egy ebédlője volt. Uh-huh. Ja, és akkor az van visszaállítva. És az van, így van, az visszaállítva mondjuk így eredeti állapotába. Hát, ahogy ezt elképzelték, és gyönyörű. Ahogy a dal mondja, lehetsz király, és oda lehet ülni, meg... Aha, van igen, ilyen? Ha valaki ezt a vonalat is kedveli, akkor az mindenképpen próbálják. Jaj, Isten, tegnap néztetek, láttátok tegnap a nagy duettet? Valaki? Én láttam, Zsidro. Hát, Tomi, az egy tündér. Figyelj, Tomit az előző, tehát amikor ő versenyző volt, se értettük. Kokuznió, makákó. Így, ez zseniális volt. A férfi, ő az a férfi, aki egyébként rettetesen szórakoztató, de bármeddig elbírod viselni, állandó pörög és nagyon-nagyon aranyos jó fej. Az éneklés sem a dallam, sem a tempó nem ment. De ez így van jól. Nagyon szerettem. Így, hihetetlen jó. Én azt hittem egyébként, hogy az igazi Jolly Joker az Notárbér és Fekete Laci, de melléjük tökéletesen felzárkozott, én azt gondolom. Jó, hát ugye sztárvendégek, ugye egy alkalom. A Zsidro-Szandi duett is, hát a Szandi megint gyönyörű volt, ahogy az már általában lenni szokott, elképesztően dekoratív, le a kalappal előtte. És jól is egyéb énekel, ruhadarabokkal, és egyébként meg hogy énekel. Igen. Nagyon jó volt, és végre valakitől azt hallottam, hogy úgy énekel, hogy nem köszön vissza az egyébként teljesen megszokott hangszíne. Tehát, hogy ha én például kívülről hallottam volna, és nem látom, hogy ő van ott, akkor nyilván egy vizuális élménnyel szegényebb vagyok, de, uh-huh. De nem biztos, hogy felismertem volna, hogy ez a Szandi. Teljesen más, valahogy a hangfekvés, a hangszín is más volt, mint amit tőle megszoktam. És hát például nem volt benne, aminél picit azért túl többet is. Hát nem, picit sokkal igen, többet. Sokkal többet, de nagyon szórakoztatók voltak, hogy tényleg jó volt. Tényleg jó volt. Hát meg ugye én maximálisan próbáltam figyelni a hétvégén ezekre a nem túl vidám ukrán-orosz eseményekre, hát megdöbbentő szerintem az egész sztori, úgyhogy hogy azzal voltam egy picit így elfoglalva. Hogy arról te egy okos fiú vagy, meg a hallgatók is. Mondják, hallgatók de csak rokonok is, barátok. Az, mindegy, hogy a hallgatók is írják meg, hogy gyerekek, fölhívja a szia, Barack vagyok. Igen. Vladimir, beszélgessünk. Halló, Vladimir. Már. Másfél órán keresztül beszéltek telefonon tegnap előtt éjszaka, azt hiszem, vagy azelőtt, nem tudom pontosan, hogy meggyőzze az amerikai elnök, a Oroszország egy, vagy Szovjetunió, mit kell most mondani, elnökét. Ja, Zsül, hát ezt tudod, egy ilyen
Érted? Próbáld meg feldolgozni, mielőtt leesel a székről. Szóval Oroszország elnökét próbálja meggyőzni arról, hogy ne menjetek, és ne foglaljátok el a félszigetet, és ne avatkozzatok be Ukrajna belügyeibe. Majd ilyenkor mi munkálhat Putyinban, hogy majd én megmutatom, hogy de tökös gyerek vagyok? Hát szerintem ő benne már korábban is ez munkált, meg azelőtt is, meg azelőtt is, ő benne mindig ez munkál, hogy megmutassa, hogy kinek nagyobb és kinek vastagabb. És kinek keményebb. Tehát, hogy valahogy ezzel van általában elfoglalva, de hát tényleg megdöbbentő a sztori, tehát, hogy annak az égisze alatt, hogy meg kell védenünk az oroszlánok kisebbséget, akik egyébként én, ahogy láttam a tüntetések felvételeiből, meg a különböző ilyen rángassuk ki az ukrán hivatalokat a közintézetekből, aztán rúgdossuk őket az utcán. Nem szorultak típusú, védelemre. Mi? Igen, kis összejövetelekből én úgy láttam, hogy ők nem szorulnak védelemre, de hogy őket állítólag meg kell védeni. Hát nyilván valamit mondani kell, amikor elfoglalsz egy melletted lévő ország jelentős részét, nyilván valamit mondani kell, tehát megvéded az azonos ajkúakat és, sztoriban. Hát ez. És akkor lehet azt mondani, hogy persze, mert hogy itt egyébként ők vannak többségben, mondjuk a Krimfélsziget esetében ez maximálisan fedi is a valóságot, ugyanakkor meg azért ennek van erre talán civil lehetőség is, tehát hogy civil kezdeményezés is lehet arról mondjuk egy népszavazást is kiírni, hogy ők hova szeretnének tartozni, de az, hogy kihasználni egy országnak az amúgy is kaotikus belső feszültségeit és a rendnek a felbomlását, és azt, hogy hetek óta gyakorlatilag nincsen rend, hogy éppen egy ilyen nem túl békés kormányváltás zajlott le, és értelem megjelennek katonák, akik ugye nem jelzik azt, hogy mert nem is látszik rajtuk semmi, hogy ők most hova tartoznak valójában, mert mindenki tudja, hogy egyébként oroszok. Tehát, hogy az egész egyébként nagyon kemény sztori, hát és imádkozunk, értem, imádkozzanak ők is, és valószínűleg meg is teszik ezt a kis pravoszláv templomaikban, hogy ne legyen ott ebből semmiféle háború. Igen, közel van. Közel van hozzánk, nagyon plusz ugye ott van a magyar lakosság, a kárpátaljai magyarok, most akkor mi is vonuljunk be, mert ott meg ezek, tehát hát mi azért már ők vannak. Hát én se szeretném. De hogy a Putyin féle gondolkodás, az, akkor azt mondjuk ezt adná, hogy akkor mi meg erről az oldalról más bemondulunk. A mentalitás, mások a léptékek, mások az eszközök. Na jó van, ez tényleg most ilyen égető dolog, jó, hogy beszéltünk róla néhány mondatot. Szerintem még pont beférünk azzal a bizonyos muzsikával a hírek elé, amit elhoztál nekünk. Igen, mondjuk kérdezni akartalak, hogy világhírűvé vált pörköltáról, de hát... Viszik minden hát szokott. Mert hogy azt látom kiírva egyébként a kis közösségi oldalatokon, hogy gyakorlatilag elfogyott és nincsen belőle. De van, csináltuk azonnal, ne legyél már ilyen. A bloggerek megszerették, nem tehetek róla. Ilyenek ezek. És szombaton full csurik teltház volt? Pénteken is. Azt mondom, csak a teher van. Igen, csak a panaszkodás. Van egy kolléga, aki sírni tud ettől. Megint tele vagyunk. Megáll az eszem. Csak nem ezt mondtad, hogy menni is mindenhol ebben van. Fúj. Úgyhogy így. Na, mi a zene? Na, egy jó kis triviummal készültem a reggelre, ebben van egy kis trash, van egy kis heavy, van egy kis metalcore, egyébként egy 2013-as albumról van szó, és az albumnak egy általam nagyon kedvelt zenekarnak, a Disturbnek az énekese volt egyébként a producere, és ez így egy tök jó kis házasítása a dolgok, nagyon örülök neki, bár valószínűleg az átlag mezei hallgatónak ez nem mond semmi, de hát el kell mondanom, csak így a tényszerűség kedvéért. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Minél inkább keményebb a zene, annál inkább megosztóbb, tehát a múlt heti kis, hogy is mondjam, ehhez képest könnyebb metál vonalat viszonylag jó fel tudta dolgozni a hallgatóság. Most már azt hiszem, hogy ez volt az a határérték, amit átléptél a zenével. Visszabalít, nem szeretjük a kemény zenét, Miki. Annyi baj legyen, szerre jön vissza, köszönjük szépen, majd legközelebb egyébként majd, ahogy hívják, az választok majd a babazsúros témához, most az ukrán-orosz helyzethez választottam zenét. Igen, meg azt gondolom 4 percet ki lehet bírni, legalábbis reméljük. Persze a másik oldal nagyon erős, aki viszont nagyon gyanázta a muzsikát. Fain vagy Jani, ez kell minden reggel. Holnap reggel lesz még egy tételünk, ugye ebből a kis sorozatból. Majd valami szoftosabbat. Ne, szerintem már, ha már csináljuk, akkor tegyük oda még egyszer utoljára. Egyébként ma hívjuk magát a mestert, mert ma indul az új televíziós műsor, és mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha arról beszélgetnénk. De semmi másról, de arról mindenféleképpen. Azt hiszem, olyan furán van írva, 4 L, 4 L, N.
Igen. Vagy 4N, igen, 4N, 4N. Az jó ki van találva, szerintem az egész jó. Igen, ha öltjévek a reklám, az nem kevésbé, de egyébként a műsornak az elnevezése meg valószínűleg a műsor is amúgy jó lesz. De majd elmondja a főnök, 9 után már hallhatjátok a hangját, szerdán pedig itt lesz élőben, teljes egészében. 2 percen múlt el fél hét, fekete-fehér, igen, nem, ugye új hetet kezdünk, a múlt hetet 2-2-vel zártuk. Ez egy ilyen döntetlen, mert ugye ott mi hétfőn szabadságon volt. Igen. De ez most már teljes hét, lehet jelentkezni a játékra. 0676450000 az SMS számunk. 7 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, sziasztok! Március első hétfője, 1-2-3-a van. Egyszer csak belehussantunk, és itt vagyunk megint is. És milyen jó kis popzenével folytattuk tovább. Na, ezt nevezem én popzenének, hát sajnos ilyen már nem nagyon van. Meg olyan popzene se van, ahol például gitárszólót egy Andy Van Halen kaliberű emberke játsza. Nincs nagyon gitárszóló, kivágják állítólag már. Tehát még ha eredetileg tesznek is bele, akkor mire a rádióba kerül, eltűnik belőle, mert állítólag a közönséget zavarja a gitár hangszíne. Na hát erről nem nyitunk vitát. A múlt hetet 2-2-re zártuk, a fekete-fehér igen nemben. Nagyon szépen összekeszedjük magunkat, hogy a főnök megérkezik, egy 2-0 legyen. Jó, hát de nem, hát egy érted, hogyha ő jön, akkor nyilván ennyi idő után majd a vállára veszi ezt a hatalmas terhet, és akkor végig tolja meg a szerdát, csütörtöket, pénteket, hát ez nem, ez elvárható minimum. Ja, és akkor megvan a hét. Hát innentől kezdve azért nem zavar a dolog, hogyha ma is meg holnap is odaadunk egy-egy ajándékcsomagot. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Erzsó! Halló, jó reggelt kívánok, fiúk, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Nagyon tűnt a hangotok ma reggel. Milyen volt? Álmosnak azt mondja, álmosnak. Álmosnak tűnt, ezért küldtem egy ilyesmi SMS-t, amit küldtem. Ezt azért felolvasnám, Erzsó. Sziasztok, szeretnélek, fiúk, mindkettőtöket megmagyarózni az igen, nem fekete-fehér játékban, így hétfő reggel, ja. Erzsó. Hát így van. Igen, elég bátran, bátran nyomod ezt a magyarós témát. Jó magyarózás reggel hétkor, hát ez bármikor jön. Na kérlek szépen. Reggel, hát muszáj vagytok egy kicsit összeszedni magatokat, mert hát tényleg álmos. De te nagyon, aha, nagyon pöröksz életem. Hát nagyon pöröksz. Korán, nem most kezdem, korán kezdem. Aha, mikor, hánykor? Hát úgy fél öt, 4 óra, 5. De az igen, az igen. Akkor is nyílt a kút? Nem. Most stop. De fölkezd 4-kor? 6-kor kezdek, itt 6-kor kezdünk. Aha. Tehát vidéken lakunk, és a vidéki életet ezt még a plusz meg kell plusszolni. Ha plusszal megplusszoljuk. Jó, ha vagy úgy. Beértjük. Így most már minden világos. Kit választasz, Erzsó? Hát, Ferenc téged. Hát, Erzsó, téged. Nagyon örülök. Jaj, a Isten áldja meg a jó nagyon szokásodat, jó döntés. Felkészültünk? Még én is? Várjál. Nem hát hallom-e. Próbáljunk már, próbáljunk egy kicsit. Micsodát próbáljunk? Elkészülni. Jó, elkészülni. Na. Akkor... Ja, csak Feri lemeztelintette a magyaróit, hogy hozzáférjen. Igen, hogy egészen közelről tud elkapni az acset. Na, figyeljetek, akkor mi a ketten, Erzsó? Figyelünk! Ferenc! 3, 2, 1, fire! Erzsó, van állatod otthon? Van. Azért van. Mondtad, hogy korán kell kelni, ugye? Így van. Vidéken élünk, és ez így hozzá is tartozik ehhez a vidéki élethez, hogy próbáljunk. Hát adni kell lenni a jószágnak. Ja, pontosan. Csak csirke van? Te szeretnék rá kiköltözni? Csak csirke van, kérdeztem. Vagy van nagy állat is? Van, hízó. Van disznótok? Van. Jó ide jó az. Kis rózsaszín aranyos. Mi? Hát, mikor milyen színű? Mi, mikor milyen? Milyen hát van? Ez durok, vagy mangalica. Durok? Durok, vagy mangalica. Mangalica is van. Ja, pontosan. Nyírklúgosi benzinkút, jó megy? Ja, hát szeretnél de kérdezni, Erzsó? Szeretnék kérdezni, mert folyamatosan te kérdezel, és én már annyi mindennel akarok kérdezni. Kérdezzél, mert mit kérdezzel? Hogy létezhetetlen ez a játékba tiszteket. Micsoda? Nagyon jó voltál, na, Erzsó. Most már kérdezd meg. Most már kérdezd meg. Megőrülünk. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire szeretnél te vidékre kiköltözni nyugdíjas éveidre? Nagyon. Menjek hozzátok Nyírlugosra? Még egyszer? Menjek hozzátok Nyírlugosra? Hát én úgy gondolom, te békés
húz a szíved. Hát odavalósi vagyok, ja, de országpolgár vagyok, ahogy szoktam volt mondani, laktam én már mindenütt, majd megoldjuk. Erzsó, ügyes voltál, az elején volt egy félig kimondott nem, vagy igen, igen, de arról mi nem is beszélünk, jó? Tehát meg se említjük. Oké, szuper! Gratulálom! Legyőzhetetlen voltál ma reggel. Szuperek vagytok, fiúk. Annyira profik vagytok, hogy létezhetetlen ilyenkor túl üdvözölni titeket. Már azért, mert adtunk egy ajándékcsomagot. Igen, ha nem nyertél volna, akkor is ezt mondanád? Hát így, hát nem voltam én letüggedve, mert azt voltam. Hát van. Egy pillanatra se. Pozitívan kell látni minden dolgot. Így van, neked van igazad. És szép napot nektek. Neked is, Erzsó, puszilunk. Szia. Most pussi. Ja, az nehezen más jelent. Erzsó, ügyes volt. 1-0 a hallgatók javára. Holnap te adsz még egy ajándékcsomagot. Aztán meg is vagyunk. Érted? Majd egy picit szerdán szabadkozunk, aztán majd természetesen arra bízunk majd a Melónak a nagy részét, aki ezt nálunk jobban tudja csinálni, remélhetőleg. És nem sokára érkezik a vendégünk, de róla is beszélünk mindenképpen egy-két szót. A két szó az legyen annyi, mondjuk, hogy Csonka és Pici. 7 óra után találkozhatok majd vele, ha jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. Hello, szevasztok! 3 perc múlva lesz 4:18, Vadon János már itt van velünk. Nincs itt Sebestyén Balázs, csak később lesz itt. De itt van az a férfi, akinek nem kell pótolni semmit, senkit, mert ő önmagában az, akiért szeretjük. Na? Úristen, de sokat fizetett. Csonka Pici! Jó reggelt, szevasztok! Jó reggel! Milyen korán van még? Mindig korán. És mi korán voltunk, hogy felébredte? Nagyon. Hát 11 évig azért. De én benneteket tényleg istenként tisztellek ezért a mindennapos felkelésért. Hogy lehet ebből egyébként, amikor mondjuk elmentek szabadságra, akkor tudtok egyet aludni? Igen, én hétvégén is simán. Ha nem szólnak, hogy reggel van, és nem ugrál rajtam két gyerek, akkor 9-ig. Tehát akkor nincs az, hogy mindenképpen felébredek, akár kell, akár nem. Hát az egy ilyen. Így van, de ezért ne fessük magunkat, hogy rengetegen vannak az országból, akik ugyanezt csinálják hosszú éveken keresztül. Persze, tehát hogy vannak, akik jóval korábban kellek, mint mi, az éjszakásokról nem is beszélünk, úgyhogy el lehet ezt viselni. Úgyhogy igen, mindig ték akartam lenni, de nem sikerült. Igen, hatalmas veszteség vagy a szakmán. Vagyok az alkat. Igen, és el tudom képzelni azt a energiát, amit ebbe belefektettél. Én mindenbe, Ferikém, ismersz. De amikor RTL reggeliszt, akkor hányra mentetek? Ó, hát ott volt több korszakunk. Hát volt, amikor 6-kor kezdődött, volt, amikor 7-kor kezdődött. Most úgy tűnik, hogy 8-kor kezdődött, de már minden, az már reggeli. Már 8:08 minden reggel, tehát már nem az a műsor, annak a műsornak vége, 2 évvel vagy 3 éve vége lett. Úgyhogy végül is mindenféle korszak volt, de olyan nem volt, hogy minden nap. Ja, de volt olyan, hogy egy hétig kellett menni. Aha, és akkor egy hétet nem csináltam. Igen, ilyen is volt. Játszol most a Hippolyta lakájban is, hogy elhoztad az egyik dohányzó kabátot? Hát nem volt időm felöltözni Feri. Hát Feri, oda nézek, Jani! Jézus! Mert a Feri szóltat. Janikám, ez egy ilyen kis, nem szvetter, mert emlékszem még erre a szóra, te éltél már akkor, így voltak szvetterek, mondjuk ez úgy néz ki nyilván, hogyha valaki Balázs látta minket. Balázs egyébként mondani, csak én tudom mi a. Na jó, ez az. De tudod, alul nem kell begombolni, ez most a trend állítólag. Igen, az alsó. Nem egy feledékenység, hát például. Hát földráma, azt tudod jellemző. Egyébként vagy ez ilyen házi köntös jellemző. Igen, egy ilyen fekete-fehér apró kockás a galériánál és a gombolásnál. Hogy mába? Feketére színezett szerkezet, szerintem menő. Ti sem néztek ki rosszul egyébként. Nem, mi jól nézünk. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk így is. Jani hozza a standardet. Figyeljnek, igen. Ott nincs változatosság, mindig stabil és megbízható. Szürkés drap. Igen. És bordó. Mert ezek a színek, amit nagyon szeretek, tehát ezek. Na de Feri, de te korán reggel miért veszel fel az akót? A tiszteletedre, mert tudtam, hogy te egy igazi fes úriember vagy, nem nézhetek itt ki mellett. Meg bármikor beesett egy haknét. Meg mond valamit. Ja igen, neki ébernek kell lenni. És ha délután elindulok valami műsort vezetni, azonnal tud venni. Itt a számla tömb is. Legalább morzsolj le egy-két haknét nekem is. Igen, nem kezes lábas. Na van, szerényen, óvatosan. Meg akik engem hívnak, azok téged nem tudnak fizetni. Igyekszem behozni a lemaradásba. De azért próbálkozz. Hiányzik a tévé? Hát mindig volt valami azért, tehát voltak ilyen pár hónapos szünetek, hát most legutóbb ugye most egy éve vezettem a Szombatos Színházat, és hát most megint ott leszek, csak most egy másik fronton, ugye lesz pofám. Nem, Janika, az is megvolt már, ja. Most zsűritag leszek. Ez titok? Nem, úgy tudom, nyilvános. Nyilvános, igen. Azt nem tudom, hogy ki a többi, de rád emlékszem. Hát maradt a két hölgy, a Keleti Andi és Esztergeus Cili, és Jáksó Laci. Na, de jó. Na, de hát ő szakértő. Hát miben? Ne, azt akarok kérdezni, hogy a három embert értek, de hogy vicces, egyébként... Ő vicces. Az ja, igaz. Igen.
De meg nyilván én nagyon szeretem a Lacit, egyébként bírom, hogy megmondja a frankót, fogalmazunk így, tehát nyilván így lesz majd az adásban, és ez kell. Hát egy színjátszás, meg táncművészetben annyira otthon van. Ez nem arról annyira szól, szereted a Jáksót, vagy nem szereted. A zsűri az szokott lenni, aki ért ahhoz, amit bemutatnak előtte, nem? Te még a Kimit tudokra gondolsz, amikor még jó, tényleg az volt, de egyébként ez tényleg fontos, hogy emlékezzetek vissza, milyen volt, és nagyon hosszal, nem volt időkorlát, mikor mit kell értékelni, addig beszélt Vásárhelyi László, meg Pernyi András, amíg akart. Na most ugye itt ez egy show műsor, ne felejtsük el, tehát itt nem az a legfontosabb, hogy a koreográfusok gyülekezete legyen a zsűri, hanem itt nyilván az a lényeg, hogy olyan emberek legyenek, olyan emberek is legyenek benne, akik azért ezt megszínezik. Na, jó, csak a hitelesség. Az így, egy ilyen zsűri kell egyébként szerintem, és van, aki jól néz ki, van, aki ért hozzá, van, aki jól néz ki, és ért hozzá, meg ott van a Jáksó. Jó, nem mondjuk el, hogy melyik kategória vagyok. Kérlek, Jani, kimélj meg attól, hogy mire gondoltál. Ha jól néz ki, és ért hozzá. Ha, mire gondoltad volna. Jó, hoztam sütit, az azért van, azért kedvesek velem. Jaj, tényleg, hát azért mondjuk el, kedves hölgyeim és uraim, hogy ő az első olyan vendégünk, akitől kaptunk ajándékot is. Mert szombat este megsütötték, vasárnap megvette észre, behoztam. Maradékot aztán. Komolyan, eddig ugye voltak nálunk a Szél hárma, három műsorvezető kolléga volt, és senki nem hozott üres kézzel. Sőt, tartották a kezüket. Bizony. Igen, a Jani készül minden reggel, egyébként nagyon aranyosan szendvicseket, meg kis sütikéket hoz. De Jani zseniális egyébként, amikor most kibontotta, itt rendetlenség volt az asztalon, kijött, két perc alatt rendet rakott, tehát lesimította a papír, elképesztő. Imád, otthon is ilyen vagy? Család ez bírja? Tehát idegileg ezt... Hát megszokták. Én azt gondolom, hogy 20 éve vagyok már lassan együtt a feleségemmel, és akkor valószínűleg ez azt jelzi, hogy valamilyen szinten sikerült neki. De lehet, hogy pont ezért van együtt, otthon. Nem? Ja, igen. Meg hát, hogyha neki, akkor nem kell csinálni. Hát, meg mindig elteszi Jani a kulcsot, nem tud elmenni szegény azt, hogy is lesz. Nem hagyjuk ki az asztalon. Akkor a Responderről cikk majd, ugye nem sokára majd, amikor olvassuk, hogy fogva tartott a 20 évig a feleségét. Nem, rólam hál' Istennek nem írna. De te is egy kicsit ilyen vonalas vagy, nem? Ez a rendszerető... Hát, jó lenne. Tudom, most rá akarsz vezetni az én kriptiségemre, hogy hiponder vagyok. Tehát erre kilukadsz ki. Nem, kripli és hiponder. Ezt tudja rólad mindenki, erre nem akartunk rávezetni. Rám nő otthon így. Tehát nem, én igazából elkezdek valamit, amikor a takarító hölgy nálam ugye valamilyen módon mégiscsak rendet ad, és utána valahogy rám nő az egész, tehát rám omlik minden, és akkor elkezdődik egy ilyen nagy kupac halmozódás, és marad a dolog. Nem, én rendetlen vagyok. Tényleg? Akkor mégis meg a bohém részed megvan, a színész rész. Igen. Csak legalább ennyiben legyen meg, hogy rendetlen vagyok. Más-másban nem jelzik, akkor... Nem mi mondtuk. Szeret, magamat kigunyolom, ha kell, tudod? Boldogan. Mondjátok nyugodt, mi van odaérve rólam, hogy csonka... Figyelj! Azt mondja, csonka adás, hát csonka adás. Az egész adás, akkor jól indulunk végül is. Igen. Majd fel fog tűnni neked is, amikor belolvasgatsz az SMS-ekbe, hogy a mi hallgatóink meglehetősen könyörtelen típusból kerül neki. Jó, hogy ezt a hallgató írta? Persze, nem, én küldtem most. Na várjál, de nem, mert csonka adás, csonka András, ez egy kis vers akart lenni. Csonka stáb, csonka adás, csonka András, pisztu. Na, ő írta, viszont van, számunkra meglepő módon van egy dicsérő SMS is. A Gyűlölet című filmben nagyon nagy volt a szinkronod. Voltál benne? Az egy kultikus film, hát képzeljétek el, egyszer kaptam egy lemezt, ami egy ilyen egészen, ez a Janinak a stílusa lenne zeneileg, tehát egy egész elképesztő. Meg a film is zseniális. Vad, alternatív rock and roll, nem tudom. És ott a filmből a dialógokat feltették trekkek között. Tehát egy hihetetlen módon, meg egyszer föl kellett hívnom valakit egy vőlegényt az esküvőjén, és azon a hangon kellett dolgokat durván mondanom, ahogy a filmben tettem, ugye én voltam egyik főszereplő hangja. Csúnyán beszéltél? És elájult, azt mondja, még, mondd el még egyszer. Alátsz még. Akarom hallani, ez egy kultikus szinkron is volt, mert a film zseniális egyébként. Nagyon, egy rettenetesen jó filmről van. Szóval egyébként én úgy néztem, hogy felpeckeltem a szemét, mindig, amikor becsuktam a szemét, mindig a picit láttam, amikor kinyitottam, meg hogy hívják a francia algírokat. Igen. Bolbatom, zseniális. Volt még, de egyébként tényleg nagyon jó volt. Mindenki meg volt döbbenve, hogy én tudok így is beszélni, pedig tudok. Ezt tanították? Csak muszáj volt? Csúnya beszéd. Igen, a csúnya beszéd. Hát, bármi, én vállalok tanítványokat is, hát ez nem... Van továbbképzés belőle. Nem gond. Igen, mert rólad ez nem gondolnád. De miért? Ember, hát én ugyanolyan ember vagyok, mint te. Vagyis hát nem ugyanolyan, de azért... Ez neked nagy szerencséd. Ez nagy szerencséd. És a nyakni, mint Ferinek. Jelzik, intézzek, hogy erről már másodjára megy. Megszorultál, vagy mi van? Ne, csak használjuk ki ezt a nagy nyilvánosságot szerint. Nekem sípáron folyik az életem, nem úgy, mint a tiéd, nagyon unalmasan mindig csak egyfélét csinálsz. Nekem azért van a színház, unalmas fellemmésünk. Nem, persze. Meg hát most pláne, hogy főzős kell. Hát így meg főleg.
színházzal helyzet? Kérlek, ha már így ezt bedobtad, hogy beszéljünk arról is, hogy te színházi ember vagy. Diktálom a tempót. Szabadon úszom, mindig így volt, egész életemben szabadon úszkáltam, így aztán most is úgy van, hogy 4 színház, 8 előadás. Ez az élet hozta így, vagy pedig te akartad? Volt egy televíziós sorozat, te már éltél akkor, ugye Família Kártya címen futott, és ott kikötés volt, hogy nem lehetünk társulati tagok sehol, és utána a főiskola után egy évvel én bekerültem, ezért az életem most már így zajlik 24 éve. A szeretted azt a sorozatot? Imádtam. Tényleg? Én imádtam. Ők egy ország szerettem, mert nagyon jókat röhögtünk rajta. Hát ez korszakadva gyakorlatilag. Szerintem ebben a műfajban azóta se csináltak olyan nagyon kiugrót. Meg az alapvetés volt. Sitcom, igen. Tehát gyakorlatilag semmi hasonló nem volt az előtt, ami ilyen jellegű lett. Persze voltak ilyen televíziós szaponaperák, de az ilyen jellegű, az hiányzott még a palettáról. Az volt a magyar Melrose Place. Mindig él valamilyen módon az emléke is, hát jó felnőtt generáció, akinek fogalma nincs, miről van szó, de például engem sokkal többen hívnak azon a nevemen, hogy pici, mint akkor esküszöm. Tehát ma már a sajtónak is az vagyok. Mindenkinek pici vagy. András a nevem. De nem baj, én imádom, csak mert ez életben tart egy emléket. András a neved. Hát Endre voltam annak idején. Hát mit akarok mondani, hogy és szoktad nézegetni azokat a képeket? De hogy is? Csak mosolyogtam, mert tudod, a hangulatos reggeli műsorot hozzátok. Jó, csak hétfő van. Szoktad nézegetni azokat a képeket? Megmondom neked őszintén, hogy én imádom ezeket, az ilyenek voltak, ilyenek lettek. Pont most néztem egyébként végig egy ilyen, nem is tudom, talán pont egyébként a Melrose Place volt az, hogy az egykori színészek milyenek lettek mostanra, hát ugye azért már jó pár éve eltelt. Szoktad így nézegetni ezeket a képeket? Én utálok öregedni, de bevallom őszintén, hogy ahogy én akkor kinéztem, azért az katasztrofális. Ahhoz képest sokkal nem jobb. Nem tényleg, tehát az a hajzat, meg az a ruhák, és ráadásul én a saját ruháimban voltam főleg, tehát borzalmas. Nem volt szponzor, aki beszállt volna? Nem, hát elég szereplő vagyok, 4 szente bejöttem, hogy csókolom Kriszta, itthon van-e, hát ez volt a fővonal a szerepemnek, de nem baj. Viszont múltkor kollégáimmal ismételték, valós kollégáimmal, Esztergeor Cidvel hívtuk egymást, te látod, hogy nézek ki? Te ez valóságban, miért nem szóltál? Tehát, mert ő jól nézett ki, mondjuk én voltam, aki változott, de tényleg azóta azért, az azóta eltelt időben, bár megöregettem egy kicsit, nem, most cáfoljátok meg, mindegy, nem tudtok semmit, de lényeg az, hogy sok, azért ahhoz képest jobban nézek ki. Sokkal jobban nézek, és akkor a saját ruháidba voltál, szóval. Most meg csortos gyuláért. De mi lesz 10 évben, Jani? Gyula, hülye vagy. De ő még tudja, ki van csortos Gyula, az a jó, tehát személyes új ismerőse volt. A többiekkel tartod a kapcsolatot? Persze. Mert szépen eltűnt minden, tehát senkivel. Nem, de tényleg, a csajokkal főleg. Aha. Meg az ikrekkel. Tehát szoktunk havonta, két havonta leülni egy bizonyos helyen, kávézni, ugye én vagyok a vendéglátó természetesen. Az ikrek, tehát így 6-7. Az ikrek filmeznek, ugye, de másik a kamera másik sőt, Dávidnak kislánya született. Most már egy éves lesz lassan. Azért, tehát megvan a kötés. Mondom, az ikrek filmeznek, erre mondja, hogy a Dávidnak kislánya született. Nem vagyok, valakitől vagy. Egyébként nem filmeznek, mert a Dávid rendez mindenféléket. Na hát ezt mondom, hogy másik vagy, de nem, tehát mindenféle ebben belekóstolt. A Karesz pedig egyetemet végzett, most már végez majd operatőrszakon. Igen. Most már lám, most már ők családapák. A két kis iker, akire így emlékszünk, hogy a nézed a mozit. Na, és a szerepek közül, amit mondtál, hogy van színház, tehát 8 darab, 4 színház, hát és minden, innen elkanyarodtunk. Madács színház, Operett színház, Karinti színház, játékszín. Hát most ebben az évadban játékszínben erősítettem, ott igazából prózai vonalon, mert már hiányzott, mert azért ahhoz képest prózai szakon végeztem, sokkal több musicalben szerepeltem, de hát a kedvencem, az egyik kedvencem mindenképpen a Mary Poppins, ezt meg kell említenem, mert azért ez egy nagy csoda volt nekem, hogy abba az előadásba le tudtam kerülni, és nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus álom volt. De hívtak, vagy sem mentél? Nem, casting volt, képzeld el. Életem először mentem el, mert gyűlölöm az ilyen helyzeteket, olyan mindig előjönnek a főiskolai felvétel élményeim, amikor nem is tudom, hogy ilyen rémálom, ilyen ideggörzsben fetrengtem a színpadon, ide izgalmamban, de sikerült, és ez tényleg egy csodálatos jutalomjáték mindannyiunknak, akik benne vagyunk. Énekelni hívnak inkább, vagy táncolni? Na most erre nem szeretik. Na, csak nem kanyarodok, mert rossz emlékeim vannak az ilyen beszélgetésekről veletek. Képzeld, vannak ilyen pervez rendezők és színházigazgatók, akik 20 éve még mindig nem adják fel, még mindig próbálkoznak szegények. De mikor fogsz megnyugodni? Mert én azt látom, mióta ismerlek téged, nem tudom, 10-valahány év, amikor mi így először személyesen összefutottunk, és aztán így követtem a pályafutást, hogy a Csonka Pici az, akinek valami mindig nem jó. Ez, de nem bajként nem jó. Nem bántásként mondom, mindjárt befejezem ezt a mondatot is teljes, hogy nem bántásként mondom ezt a nem jót, hanem az örök zsizsegő mindig, még ha szép is a torta, biztos, hogy az a dísz ott a sarokban száll áll rajta. Tök igazad van, Feri, rátapintottál a lényeg. Az örök rázadó. De egyébként ez a vad, egy berger.
Ugyanakkor, de azt én nem kaptam valahogy, mert valahogy nem gondoltak rám, igazuk van, de igazad van, Feri, ezzel tudod, nekem a legrosszabb ez, amit te mondasz, nekem a leglehezebb így élni magammal. De mondjuk az visz előre, nem? Lehet, hogy igen, vagy hátráltat. Szerintem inkább hátráltat, mert egy csomó mindent rám rak, olyan stresszeket, meg olyan gátlásokat esetleg, ami kicsit azért bénít, de azért ebből ki tudok törni néha, sikerül, ha nem, akkor azt nem mutatom meg. Aha. És nem kéne ezen dolgozni egy kicsit? Jó, menjünk pszichológushoz. Nem voltam, jársz? De voltam. És mit mondott? Hát reménytelen. Csonka úr, hagyjuk. Hagyjuk, ezért nem kell fizetni, de ne jöjjön többet. Reklámnak jó volt, de... Igen. De egyébként az a baj Magyarországon, hogyha szóba hozod, akkor szégyenkeznek embereket. Pedig az én szakmámban, mondjuk Amerikában mindenkinek van egy pszichiátere. Ez nem gond, ez nem probléma, hanem csomó mindent nem tudsz megbeszélni a barátaiddal, vagy a családtagjaiddal. Ez nem kell szégyen. Én voltam, igenis voltam pszichiáternél, voltam pszichológusnál, és nagyon sok mindent tanultam. Megtanultam az autogén tréninget, amit lazító technika. Ugyanakkor, amikor meghalt anyám, akkor utána úgy éreztem, hogy ezt nem fogom tudni úgy feldolgozni, és nem is lehet nyilván, de azért kellenek helyzetek, amikor segítség érkezik, és ezt nem kell szégyelni, hát ez semmi gond nincs ezzel. Megtanultál kényelmesen feküdni bőrkanapén. Van kanapé? Nem kellett feküdni. Nincsen? Nekem van otthon. De nem neki volt? Ezek ilyen sztereotípiák, nem volt kanapé. Még aludni sem lehet egy út 8000. A pénzemért aludjak? Tényleg megoldott problémák után fizetsz, vagy pedig így órán? Egyébként igazol. Ez olyan, mint a kínai orvos. Már kattog az agya, hogy azért tökében ő is képes lenne egy-két ilyen beszélgetést lefolytatni, és aztán utána bezsebelni a pénzt. Nem, hát de egyébként az, hogy azon, hogy a rendes pszichiáter elmondja, hogy ne gondolkozzunk analízisben mondjuk, mert esetleg évekig tarthat, kifizeted egy lakásárát, és ki mondja meg, hogy ennek lesz eredménye. Ezt nem garantálja senki. És akkor miben gondolkozunk? Nem, hát ezek... Nézd, én elmentem egy ideig, és amikor én úgy láttam, hogy ez már nekem jó, akkor abba hagytam. Tehát ezt nem kell időtlen időkig csinálni. De ő még azért utána kiabált, hogy jövő héten még várt. Nem, ő is abba hagyta. Igen, már nem volt, még megjönni. A klasszik kép az az, hogy bemész, nagy bőrkanapé, lábad fölteszel, egy kicsit csukott szemmel mesélsz az életedről. Hát az már a csukott szemmel mesélsz, az már a hipnózis már. Nem, ezt már a lépcsőházba tolta. Kaptam szerintem, de nekem nem ezek a bajaim egyébként, bár ez is benne van nyilván persze. Ha nem? Nézd, Feri, hányan hallgattak minket, hogy ezt mindenféle gépen korára... Most fél 81 millió öt között. De ha érted, kérdezett valamit a Feri, de ha így neked így könnyebb, akkor fizess neki érte, hogy meghallgat. Na, de csak meghallgat, de mondjon is valamit. De itt vagy 7-től 10-ig, az 3 óra. Jó, az 3-szor, nekem megéri. De már beleszámítod a süteményt, tehát az már legyen. Ja, ez már a munka, ez már a díjazás. Az érdekes volt, amit mondta, hogy ebben az országban ezt sem fogadják el, hogyha valaki ugye segítséget kér, nagyon sok minden nem. És beszélgetünk egy másik dologról, mert ebben az órában a témánk lenne az Oscar-díj átadás. Na, ja. Beszéljünk át. Majd egy kicsit beszélünk erről is, de volt egy nagyon érdekes mondatod, hogy nézted, mielőtt annyira izgultál, hogy hozzánk jössz. Hát a körülmet rá. Jó legyél, nem bírtál aludni. Nem biztos, hogy emlékszel rá, mert ez elég régen volt ez az érdekes mondat, még a Feri azt hiszem egy tévéműsorban. De én fölírtam, mert egyébként csak az egy volt mára. Nem tudom, nem hoztam többet, igen. És elmondtad azt, hogy nézted a díjátadó gálát, és hogy mitől van az, hogy az amerikai színészek akkor is megtapsolják a másikat, ha ők maguk nem lettek díjazottak, pedig nyilván azért ül ott egy Leonardo DiCaprio, hogy végre életében egyébként jogosan kapjon már egy Oscar. Egyébként nézd, akármilyen amerikai ilyen díjátadó gálát nézel meg, ott örülnek, ott tisztelik egymást. Lehet, hogy nem igaz az egész, meg lehet, hogy van benne csomó műmájerség, de engem nem érdekel nézőként, az érdekel, hogy lássam, hogy ünnepelnek valakit, aki életműdíjat kap, annak álljanak föl. Magyarországon képtelenek bizonyos tisztelet jeléül felállni például. De mert irigyek vagyunk? Nem tudom, hát nézd meg egy magyar díjátadó gálát, el se jut a színpadig az illető, már abba hagyják a tapsot, kínos csendben kell felbotorkálni a színpadon. Ja. És akkor ráadásul... Na, menjünk a svéd asztalhoz. Például, és akkor vannak külsőségek, jó, lehet, hogy nem az a legfontosabb, nyilván a művészi produktum a legfontosabb, de ne haragudj, például itt láttál valakit kinyúlt alternatív kötött pulóverbe fölmenni? Nem, mindenki megadja a tiszteletet, smokingban van, felöltözik, tehát ez is hozzátartozik a dologhoz, hogy nem vagyunk ilyen meg nem értett zsenik, akik azt gondolják, hogy ettől jó fejek. Azért tapsolgatják meg egymást, mert ugye már évek óta mindig egymás között osztják szét a díjakat. Hát néztem, hogy aki mindenki azt gondolta, hogy most már tényleg hát a Bosztit farkasaira kapjon már egy Oscart, és ugye nem megint nem kapta meg, és teljesen jó pókerarc volt. Igen, hogy még mit kéne csinálni. Megy meglelni, oda ment hozzá, megölelte még, ráadásul beledöfött így egy kis pacsit, haver. De mindegy, mert azt úgy látjuk, hogy ez a dolog nekik akkor is jó, és egyébként tényleg hát a jelöltség az nagyon nagy dolog. Tehát egy Oscar jelölés az fantasztikus dolog. Meryl Streepnek ez már a 15. jelölése volt. Hát igen, sajnos mi ebben az évben lemaradtunk róla.
De majdnem befér, mert egyébként a legjobb 9-ban szem benne volt. Igen, igen, az is nagy dolog. Az is szép. De azért a jelölés az nem ugyanaz. Ez a mintha kategória. Tehát tudod, egy Oscar jelölt színész vagyok, igen, az nem ugyanaz, mint Oscar díjas színész vagyok. Azért ez megemeli a gázsit, nem? Hát szerintem igen. Az igen. Igen. De hatnét is jobban tudsz vállalni meg az oszkárot. Nekem a gyerekek, hát nekem, na de erre készültünk annak idején a főiskolán. Hát mert ugye mire készüljünk, hanem arra, hogy oszkáriat kapjuk. Az első Otto Bravo díjadra? Nem, az nem volt még akkor. A főiskolán akkor, arra készült, hogy oszkárt kapjuk. Volt, de nem csak az osztályban. És akkor mondtam, gyerekek, ez gáz lesz, mert a csonkát nem tudják kimondani. Hát ott állnak egy papírral a kezükben, és akkor a csi az értelmes. Tehát éppen ezért megtettem a megfelelő óvintézkedéseket, felbontottam a nevemet C. Sonkára, és azt lefordítottuk angolra. Tehát Andrew C. Hamm, az angol művész nevem, és így se kapok Oscar-t. Senki föl nem hívott. C. Hamm. És az első lemezen ráírtuk egyébként a producerek Andrew C. Hamm és Mikey M., Malek Miklós, és mindenki kérdezte, hogy ne szórakozzatok, hogy nektek amerikai producerek. Igen, na és akkor mi van? Igen. Nem volt olcsó, de megértem. Megértem, nézd meg, hallgass meg. Volt lemezed. Jó, hagyjad végig. És az platina volt, Feri. Nem mondom. Akkori platina, igen, 40 ezer példány. 40 ezeret. Karácsonyig, októbertől. Ú, de szép. Kemény, mi? De most nem, most miért? Ezt maga végre meglepődöm valamin, ami zenei veled kapcsolatban. Feri, kérlek, örülök, hogy elfelejtettem azt az egy mondatot, amit évekkel ezelőtt nem is tudom, mi volt, de valamilyen nagyon haladott. Figyelj, erre büszke lesz, tehát, hogy értem. Azt én se értettem. Feri megkérdezte, mert ő egy jó riporter, neki hát ez kötelessége is ebben a műsorban megkérdezni, meg rákérdezni ezekre a dolgokra. És te meg büszkén elmondtad, hogy platina, mivel csomagolták össze. Valami testápolóban biztos. Hosszú ideig emel, aztán azért ő is szúr egyet. És ez maradt meg a hallgatóban, tudod? Minden, amit mondtam, az egy nagy hülyeség. 7:08, jövünk vissza a hírek után, fölhívjuk Balázsi Pannát. De jó, imádom. Jó, mi? Ő penméri nekem. Például ezért is hívjuk föl, mert imádod, meg azért is, hogy azért mondjon nekünk néhány dolgot az Oscarról, hogyha valaki lemaradt volna róla, akkor ugye Panna a leginkább benfentes ebben a történetben. Jövünk a hírek után, és lehet jelentkezni Óven bácsi és Beru nénire 0676 45 000 a szám. 1 perc múlva 3:48 az Üllői úton, az Ecseri úti vasúti felüljárónál fényképezik a kifelé haladókat. Mi van, ne röhög, mindenki hibázik. Hát fél, szia pici, engem az érdekel, hogy milyen volt Csonka családban nem felnőni. Állsz, szegény, de úristen, az osztályfőnök órák erről szóltak minden évben, minden héten, ezzel röhögött mindenki. De vannak dolgok, amik azért megmúlhatunk. De egyébként tényleg, ha valaki tudja, akkor én igen. Hát, ja, hát. Nekem a Soroksári befelé kuka csöcsi, B, közben mondom, de beszélgessetek, csak van néhány fontos. Baleset volt Debrecen és Bánk között, jelenleg megy a helyszínelés Viktor, M3-as 106-os kilométer Pest felé trafiznak. Köszönjük szépen, az Üllői úton, az Ecseri úti, de ezt már mondtam. Itt mond még egyszer, mert jó, lehet, figyelj, az a biztos. Tényleg, te hangolámondások a szinkronokat nem válasz? Sose hívnak. Csonka pici a mai vendégünk. Nem, egyébként voltam. Ekkor a tapsot, ezt most miattam a tapsot? Neked, hát persze, nem idő Janinak, vagy magam. Volt a Feri, és én azzal nem találkoztam, azzal a film. Mi volt az? Többe jelentős műben is szerepel. De az nem hangalámadás, az a szinkron volt, nem? Amit csinált, a játékfilm szinkron. Én volt. Amit szeretnék, mit a délszaki bálnák nem élete, érted? Az nagyon jó, mert ott ülsz egyedül, nincs, nem zavarnak a kollégák. Ugye? Szépen ülsz, ott a szöveg, felolvasod, és kapsz érte jelentős pénzt, hát a te szinteden, a diát, nyilván te a te nevedet meg kell fizetni. Ja, értem. Azt egyébként szívesen kipróbálnám egyszer egy ilyen természetfilmet. Dumálj már be valahova. És te is vagy valahol. Csak ezzel a hatalással. Jó ide. És hogy volt? És gejzírként tör elő a hatalmas hímtagból a populáció túlélését bizton. És mondjad? És gejzírként tör elő a hatalmas hímtagból. Vagy a kis túljátszottam. De egyébként jó, mind a ketten alkalmasak lennétek. Kár, hogy nem hívtak még eddig, de jó. De hát, ha egyszer. Na, Oscar díjat ígértünk és átadót, úgy hogy itt is van velünk Balázsi Panna! Hurrá! Szia, Panna! Sziasztok, fiúk! Jó reggel! De jól indul a napom. Rád vártam. Édesem, hát ne hagyjad, hogy cinkeljenek, vigyázzál magadra. Tudod, hogy szeretnek? Valahol is valakik. Csak azt bántjuk, akit szeretünk. Igen, az igaz. De most mész haza a közvetítésből, Panna, vagy... De nem közvetítettem, csak fölmaradtam a kedvetekért, és megnéztem. Hát köszönjük szépen, azért mondani is akartam, hogy mennyire lendületes hangod ahhoz képest, hogy valószínűleg az egész Oscar-díj átadó gálát végignézted élőben. Várjál, adjál fél órát, és összecsuklom. Úgyhogy... Ezért most hívtunk. Igen. Na mi lett a meglepetés? Mi az, amire senki nem számított? Mert ilyenkor az Oscar gálával kapcsolatosan tulajdonképpen, ha valakinek számítanak, hogy megadják neki, és meg is kapja, az nem nagy hír, örülünk neki nyilván. Ilyenkor mindig arról beszélnek, hogy ki az, akire
nem számítottunk, és ki az, akire nagyon számítottunk, és mégse kapta meg. Én nem számítottam arra, hogy Whoopi Goldberg tud járni a 12 centi sarkú cipőjében, de ezen kívül nagy meglepetés nem történt. Akkor beszélgessünk a cipőről. Jó, de az előzetes, mégis hát tudod, az interneten ettől villogott minden, hogy majd Caprio kap Oscar díjat, a 12 év rabszolgaságot olyan nagyon nem sorolták bele a tuti nyerők közé, ugye nem? Hát megkapta a legjobb filmnek járó díjat, azért az talán a legkomolyabb elismerés. De lehetett erre számítani, hogy a gravitáció meg a 12 év között lesz valami megosztás, így is lett, úgyhogy... Azért utálom ezt a papírforma dumát, de szerintem minden papírforma szerint zajlott. Azért egy picit lehet mondani azt, hogy mondjuk a női mellékszereplő esetében meglepetés született, mert ugye Lupita Nyong'ónak ez az első filmje, és azért ott volt még vele partiban Jennifer Lawrence is, vagy Julia Roberts is, akik már azért letettek egy-két dolgot az asztalra. Hát azt mondták, hogy azért a 23 éves Jennifer Lawrence-nek ne adjunk díjakat minden évben, úgyhogy szerintem ebben volt igazság, bár én nagyon szerettem az Amerikai Botrány című film, és teljesen mellőzték a mostani Oscar gálán, amit nagyon sajnálok. Én Christian Bale-nek drukkoltam, az se jött be. A másik meg, hát amit mondasz, valóban Julia Roberts-nek is már azért van egy Oscarja, és szerintem szeretik az ilyen mellékszereplői díjakat a fiatal sztárleteknek odaadni. Zenei fronton volt nagy látvány, őrület, revű? Hát nekem a kedvencem Beth Midler volt. Nagyon, nagyon szépet énekelt, fantasztikusan néz ki. Az nagyon rendben volt, Bono is előadta magát, az is jó pofa volt. De hát a jégvarázs nyert. Egy újabb izgalmas eposz. Szoktátok játszani ti is, nem? Persze, és kikapott életműdíjat? Életműdíjat? Halvány fogalmam. Azt pont akkor kiment pisilni. Éjszaka már nehezen tartja. Igen, ez nagyon fontos egyébként a picinek. Már tőlünk is megkérdezte, hogy kikapott életműdíjat. Már csak arra aspirálhatok már. Igen, most így az idő múlásával ő is elsősorban erre a vonalra szeretne így rá. Panna ott bealudt annál a részt. Mérges-e vajon Caprio, Leonardo DiCaprio, hogy megint nem? És tényleg nagyon jó színész volt. Rögtön gratuláltat összevetettek, de én azt hiszem, hogy igazából majd a színfalak mögött őrjönk, mint a Wall Street farkasában. Én azt így kinézem belőle, hogy úgy nagyon dühös lesz. Meg fogja ő kapni előbb-utóbb, csak lenne egy kicsit kevésbé arrogáns. De miért beszokott szólni a izének, a tisztelt grénumnak, hogy az Oscar... Én szerintem az akadémiának az a baja vele, hogy ő azért úgy elég magasan hordja az orrát. Nem egy szimpatikus figura. Meg úgy igazából olyan jó lenne, ha egy olyan szerepért kapná meg, amelyikben nagyon-nagyon jó, de hát hányszor volt már olyan, hogy Al Pacino is akkor kapta meg az Oscart, egy nő illatáért, amikor nem volt a legeslegjobb, a korábbi filmjeiben mennyivel jobb volt. Tehát, hogyha megkapja egy igazán kimagasló filmért, tök jó. De mondjuk szerintem ez nem volt a legjobb filmje a karrierjében. Igen, de ugyanakkor meg az utóbbi volt neki legalább három olyan film, amiben zseniális volt. Na, ez igaz. Abba a kategóriába sorolnád, vagy azért nem teljesen? Hát, szerintem egyébként ez az arrogancia, meg hogy fennhordja az órát, szokták mondani, hogy van ez a kategória, hogy van mire nagyképűnek lennie. Tehát, hogy ő azért, én azt gondolom, hogy egy meghatározó színész manapság így Hollywoodban, és mondjuk Hollywood jelentőségén túl is. Tehát, hogy őt még szerintem Európában is elismerik, még azok is, akik fanyalogva szoktak Hollywoodra gondolni, meg az Oscar gálára, azt mondják, Leonardo DiCaprio egy nagy színész, egy nagy formátumú színész. Fennhordja az órát. De az idei versenyben Matthew McConaughey sokkal több esélyt kapott arra, hogy elmenjen a végsőkig. A sajtó imádta ezt, hogy ő lefogyott csontsoványra, meg általában az ilyen jellegű, tehát ilyen nagyon beteg, rendkívüli problémákkal küzdő hősöknek szívesebben odaadják a díjat, és ez be is igazolódott. Csonka picinek egy kicsit földerült az arca. Tehát az a nagyon beteg, a végsőkig elkeseredett embereknek. De hitohondereknek nem adnak díjat. Jó, ide jó vagy, Panda! Miért? De most miért? Mert nem vesztek komolyan soha, te se. Mindig csak kiröhögsz. Figyelj csak, az elmúlt x évben, amikor ti együtt nyomtátok, pont itt mondta Pici, hogy a reggelit ugye együtt kezdtétek. Pont itt vagyok.
Tényleg? Igen. Ja, ott vagy, megyek, pont. Megyek be oda, tudjátok, aha, ahol Janéknak is olyan sikeres volt a műsoruk. Jaj, hát ilyen aranyosan megkínáltad ezzel a János. Szóval te nagyon untad ezt a piciféle izé, megint beteg vagyok, jaj, jaj, már itt hullik a hajam. De nem ilyen, öregszem. Ugye nem vagyok ilyen? Csak néha. Hogy nem vagy beteg? A hipohondriára a célhoz, hogy akkor nem mondtad-e azt, amikor együtt voltunk műsorvezető? Azért nem válaszol, mert nem, beszéljünk inkább a stíriai metet projektről. Igen, most ügyes eltöre. Jó vagy a stíriai? Stíriai nagy, abban zseniális vagyok, Feri. Most komolyan mondom. Igaz, Panna? Hány évet vártál, hogy megkóstold? Hát, 10-nél többet. És megérte? Isteni finom volt, de tudjátok, mit csinált? Mert ez a legjobb benne. Elhívott minket, azt hiszem 5 vagy 6 voltunk lányok, majd elkezdte nézni az óráját, nem sokkal azután, hogy befejeztük, és mondta, hogy neki akkor most el kell mennie. Köszönöm, hogy a gyerekek a vendégségből. Hát túl jól érezték magukat a gyerekek. Hát még odaszoknak. Ne arra, hogy ott voltak 4 órát. Ó, jó van, nem nem voltam 4 órát, az csak hiszi. Na mindegy, és akkor megígért, hogy lesz folytatás, de nagyon várjuk, de még semmi. Szerintem még egy 10 évet, és következő akkor megvesz. Oszkár gálára majd összehozzuk ezt. Panna, köszönjük szépen, akkor ügyesen a televízió állomásban. Gondolom, ugyan emiatt hívnak, ugye, mint a miért. Igen, mindenképp. Jó, van, csokolok benneteket. Mindenkinek gratulálok a díjakhoz. Köszönjük szépen, ha találkozunk velük. Puszi, Panna, szia, Balázsi Panna. Köszönjük szépen. Na hát akkor beljebb vagyunk. Te jó, jól van. Megnyugodtam, még mindig nem tudom ki az életműdíjas, nagyon izgatott vagyok. Nem lehet megnézni, mert ezt valahogy? Nézd csak, ez itt egy számító. Én csak klassz FM-es más fal. Nem használsz gépet? De hát így nem szoktam. Nyiss egy másik ablakot, beírod, hogy google.hu. Viszont egy nagyon fontos információval szolgált a Panna, és szerintem, hogy a jövőre nézve, hogyha kapsz valamikor egy filmszerepet, akkor ebben szerintem érdemes gondolkodni. Egy nagyon durva lébőjt kúra, és lehet, hogy megvan az Oscar. Na de várj, de nem jó, hát én most miből fogjak már le? Hát ne haragudjál, ez nem lenne nagy. Jani, te jössz, én erre nem mondhatok semmit. Hát, az orromból. Egyszer megcsináltatom számítógépet, hogy néznék ki piszaorral, nem tudom. Itt Vitéz László, hogy palacsintasítőre szájba ver. Egyszer, hogy olyan szerep kell, akkor érted, az is előjelzik. Ja, tényleg. Még az orromat is. Tényleg neked szerepálmod a Cyrano? Ne, hát csak, de ne, most erről de Jani, de az olyan papírforma, nem? Egyébként, de igen, de hát akkor legalább, ja, mondjuk azért te mindig szereted a stábot, meg szereted a nagy stábokat, és most akkor ki kellene húzni egy izét, egy sminkes maszkmestert, érted, hogy Sanyikám, ma nincsen rá szükség, Csonka picca címszer. Ne vedd magadat, tudod, hogy szeretem. Pokorniliát irigyeltem azért. Órákig tartott naponta, amíg föltették. Én azt nem hittem el. Zseniális volt. Azt nem hittem, nagyon durva. Nagyon jó, megcsinálták, és jól is áll neki. Nagyon, abszolút. Ő úgyis szép, mert belülről szép a csaj. Komolyan. És baromi tehetséges, imádom. Aha. Hát, mi van? Hát azért annyira nem állt jól. Ennyire neki. Nem vagy pervers? Mit? Nem. Az a, vagy hívják, az a makkor, amit oda varázsolt, amik ez borzalmas volt. Hát, de van ilyen ember. Nézd rám. Na jó, hagyjuk ezt az ortémát, 5 perc múlva lesz 8 óra. Rányítunk Óven bácsira és Beru nénire. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Szia Miklós, mi hír Békés megyében? Szervusztok, jó reggelt. Szia. Gyönyörű idő volt, amikor elindultam, most már messze vagyok onnan, sajnos. Uh-huh. Ja, hogy el is jöttél. Nem, Békés-megyei vagy? Azt írta nekem Békés az Anna. Békés-Csabán lakok, csak Debrecen mellett dolgozok. Minden nap elmész a 100-valány? Nem minden nap, azért mondjuk hetente 2 alkalommal, nem alszok otthon, vagy 3 alkalommal. Hát ez így változik. Jó van, ez van, de figyelj, én azt szoktam mondani, hogy legalább van meló, az a fontos, igen, nem? Most képzeld el otthon ülni. Ott voltál az ünneplő örjöngő tömegben, akik fogadták Békés Csabán, Gyurós Józsi? Nem voltam ott. Figyelj, ígértek neki egy verést, néhányan. Lett belőle valami? Mert nem... Ez az egész, ez egy elég szomorú történet a srác szempontjából. Hát szerintem még nem, de... hogy előbb-utóbb meg fogja kapni. Mutatjuk neked, hogy mit csinálnak Óven bácsiék. Figyelek. Hát, hogy esik, vagy mi lehet ez? Hát ez szerintem inkább zsír. Ja, én közben ez nem tudom. Ez sercegő zsír.
Gyúrós Józsinak tekergetik a nyakát. Vagy igen, és nagyon-nagyon. Folyamatosan. Az a játék, várjatok, mert a pici kétségbe esetten üdít, igen, hogy mi az Isten csinál. Sűrhalszemen kerülök itt. Na, hogy hát valami... A, van... Én sem nagyon tudom, mert azt hittem a hármas húzásom. Én vagyok, de... mindenképpen szolidaritást vállalok, nem, de ez le... Nem ezt kell kitalálni. A hangok alapján mire gondolunk, csak ugye? Ezt most csak így beszélgetünk, aha, róla, hogy valami ez történik velük, és mindjárt az egyikük elkezd dúdolni egy dalt, és azt kell felismerni, hogy az mi. Tehát a játék maga az, jó? Én csak egy dalt ismerem. Oké. Ding, ding. Tudtam, hogy hány óra van, amikor jutottunk elő, várj. Te húztad ki. Én húztam ki. Na nézzük, vagyis halljuk, mi a dal. Hát én is tudom. I'm a big, big girl. Ez az! Hasonló értelmes dal egyébként, mint a Ding Dong, tényleg. Magadat így tényleg. Megelőzöm a koromat. Ő az egykori Dobrádi néni, nem? Hát állítólag az volt, hogy járnak. Igen, a kicsoda? Dobrádi Ákos és Emília. Ja, hogy ez a világsztár... Idézőjelben Emilia? Igen, ő az. Mert ők együtt mozogtak egy darabig. Hát egy, de volt közös dal. Szerelmes duett volt kettő között, igen. És valahogy el kellett adni, de most akivel szerelmes duettet énekez, az a járni kell? Hát... A bulvár szempontjából nem árt, sőt, kivezetten hasznos. Miklós, egy a lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag, gratulálunk, nagyon ügyes voltál, nem vettünk ki semmit a csomagból. Meg megnézzük, hogy van-e még valami plusz ajándékod, most nincs. Nem baj az. Nem baj az. Miklós, az a lényeg, hogy a Morning Show-s megvan. Köszönöm, és akkor vigyázz magadra Debrecen felé, szevasz. Sziasztok. Szia, szép hello napot. Na, pici kedvéért utána néztem a dolgnak, és ugye még nem sikerült megtudnom, hogy hát ki az idei életműdíjas, de azt tudom, hogy Kevin Spacey mutatta be a korábban életműdíjjal jutalmazott személyeket. Itt van, 3 óra 40-kor történt a dolog, de hogy ki lett végül, azt még mindig nem sikerült kideríteni. Én is azt keresem, látod, meg sikerült, megnyitom ezt a kis... Könyörgöm nektek, valaki, aki tudja ezt a rohadt életműdíjat, írja meg, mert mind a kettő ezen rugózik most, 10 év, hogy meg lesz. Még szerencsé, hogy hívtunk újabb embert magunkhoz, hogyha ti keresgélnétek, akkor ő legalább beszélni fog. És ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Én már nagyon régóta szeretném vendégül látni itt a stúdióban azt az embert, akit mi nagyon sokszor hívtunk, ha így baj van, volt, ha nem volt baj, akkor is. Kövér László. És mindig nagyon szerették a hallgatók, hát ha neked is tud segíteni egy-két dologban. Bizony. Szóval, bocsáss, én már beszélgettem vele. Igen? Én már beszélgettem, jó, nézők szeme láttára mondjuk, de és imádtam, segített? Nagyon, hát én nagyon bírom. Hát jó, én mint hogyha a fejedet tartotta volna, miközben egy ilyen. Igen, hátulról megy a mosócső. Szokott ő ilyet is csinálni. Dr. Zaher Gábor főorvos, aki visszatért eredeti munkahelyére, ott lakik a szomszédban, én nagyon örültem, mondom, pont van, csak átszaladok hozzá. Kórházban. Így van, én pont egy utcára lakom onnan, úgyhogy majd néha benézek, vele folytatjuk a beszélgetőt. 3 perc múlva lesz 8:45, a Taps elsőként jár ma reggeli műsorvezető társunknak, aki 10-ig bírja, aki sütit hozott, aki 5-kor betört a Daumnerbe, hogy itt lehesse velünk. Csonka Pici! De megérte. Üres a tálca szinte. Hát az igen. Jó, hát, igen, volt érdeklődés. Gondolok, mert te nem, csak a sósra ugrottál rá. Én most szálkásítok, tudod. Ja, tehát, akartam is kimondani. Már egy 20 éve. A Ferének van egy ilyen hosszú távú projektje, a szálkásítás, és éppen még, abban még nem megy. Jani pedig Janinak nem volt ideje enni, mert még rendet rakott eddig, csak meg takarított. Hát igen. Tudod. Hát, hogy mondtam neki, hogy úgy vagyunk vele, mint ezek a hatják, régi kis szegény paraszti porták, hogy ha már nincs semmi, legalább tisztaság legyen. Ja, Istenem. Valami csipog a stúdióban. Igen. De mi? Nekem nem az én telefonom, el van téve szépen. Várjál, megnézem. Mert a lányom mindenféle dolgot elmentett a telefonomra. Nem, ez nem. Jó, amíg keresgélsz, addig... Fia. Az, ami igen, egyébként, amikor a legváratlanabb pillanatokban ülsz bent sötét lakásban, és felnyarvog egy macska, miközben tudod, hogy a macska nem lehet bent, hiszen kitetted, és a feleségemnek a telefonán le van ilyen, mentve egy ilyen applikáció, ugye egy picit ez a Tamagocsi jellegű ilyen videójáték, amikor etetned, meg gondoznod kell egy macskát, és ez a macska időnként éhes, és meg kell etetni. Én hetekig nem tudtam, hogy mi az Isten nyarvog a lakásban. És akkor mi a KitKat-et beletolod a telefonba, hogy ezt hogy etettünk ilyeneket? Az a baj, hogyha lehalkítod, akkor nem ébereszt reggel. Aha. Tehát vagy letöröd róla az applikációt, vagy megeteted a macskát. Úgyhogy megetettem a macskát, így van. Jó, hogy nem ilyen szexuális kísérő hangokat töltöttetek. Na jó, van, szerintem szakadjunk le a telefon témáról, mert megérkezett Dr. Zaher Gábor, toxikológus. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Arra gondoltunk, hogy mi mindig szoktunk téged hívogatni különböző ügyekben, és annyira imádják a hallgatók, mi is, de ezt nyilván nem mondjuk, mert itt vagy a szenvedélycsérés, tehát az nem ér. Annyira imádnak a hallgatók, hogy szánunk egyszer egy órát arra, hogy megismerjük a férfi
férfit a fecskendő mögött. Igen. Vagy nem tudom. Ez nagyon durva, de rögtön majd az elején, ugye, amikor a pici mondta, hogy betört hajnalba a Daubnerban, na rögtön egy Daubner-es sztorit akkor hagyd mondjak el. A Daubner cukrászat mindig nyitva van. Egyszer nem volt nyitva két napig, amikor Daubner úr elment gombát szedni. Oh. Aminek azért a következő, hogy megfőzte, ő maga nem evett belőle, de gyakorlatilag a komplet cukrászda úgy, ahogy volt, ugye nálunk kötött kért, még annak idején a Pétersi időszakban volt. Senkinek nem volt olyan nagyon komoly baj ettől az egész dologtól, de hát időnként ez a történet hát előszakos volt. Hát egy alulfelül hívás. Abszolút, és akkor két napig nem volt cukrászda, mert egyszerűen nem volt, aki dolgozzon. Tudta az okot? Tehát vagy volt egy kicsi kis ilyen hajlás benne, hogy vagy a gomba, vagy a cukrászkrém. Hát nem, én azt gondolom, a történet egyértelmű volt, aha, hogy itt a gombáról szólt. Én megmondom, hogy a Daubnerben még sose csalódtam, szóval az mindig szerszerekos. Ez már minőség, ez már minőséget adott. Ette is, nem csak kínálta, viszont ez egy pozitív forrás az ő jelleméről, tehát nem csak az volt, mert nálunk például volt olyan, hogy édesapám, mi gyakran jártunk el gombászni, és az apám értett hozzá. De azt hiszem, egész jól vagy. Ha, igen, mert csak igen. Az anyám evett belőle. Ja. De ő szerette egyedül, igen, a mama. És szegény, rettenetes állapotba került tőle, bevitték az István kórházba, és a irgalmatlan gyomormosáson ment keresztül, és a szegény majdnem ott maradt akkor. Apám mindig váltigált, hogy nekünk nem kell elvinni a piacra, én értek hozzá. Egyébként akkor is már ingyenes volt a bevizsgálás. Ezt mindenki, igen, ezt mondja, de általában egyszer téved az ember. Igen. Csak meg tudom különböző. És miután ez megtörtént, ez az eset azért még járt a fater? Tehát jó, nem anyámmal, adta igen, sokáig még. Gombászni gondoltam. Mindig az ember a hülye? Az ilyen eseteknél? Azt kell, hogy mondjam, az esetek 99%-án. Nem, igen. Nem, szóval a ezek, gomba. Ezek abszolút megelőzhetőek lennének. Hát az, hogy mit tudom én, érdemes végignézni, például otthon miket tárolunk. És mibe? Szóval nem eredeti csomagolásban, aha, hanem például üdítősüvegtől kezdve bármiben, háztartási vegyszeren keresztül. Elfeledkezik az ember, ott van, és így tovább, és így tovább. Aminek aztán ugye mi a következménye, bemegy a spájzba, jaj, de szomjas vagyok, letekeri egy kort, és az esetleg elég, hogy olyan komoly problémákat okozon, ami esetleg akár bele is hallhat ebbe a történetbe. Mi van a pályafutásod legextrémebb esetén, hogyha kérdezik, akkor mit említesz? Az egyik ilyen sztori az volt, hogy nagyon kedves idős betegem, aki tulajdonképpen a fiát hordta hozzám, aki szorosabb kapcsolatban volt ugye itt az etilgyökökkel. És egy idős úr, és hát volt neki ilyen mindenféle prostata problémája. Úgyhogy elment a doktor ajánlott neki, hogy ilyen és ilyen tablettákat szedjen meg, ilyen kiegészítőt, és ő hazament, és valahogy ott a garázsba talált egy ilyen dobozt, amire rá volt írva, hogy mit tudom, milyen prostata megnagyobbodás elleni. Készíteni, jaj, de jó, kibontotta, volt benne három ilyen kis szürke golyócska, ezt ő gyorsan bevette, hú, de jó, mert akkor már gyorsan terápizáljuk magunkat. Így van, aztán kiderült, hogy ez a golyócska, ez nem prostata betegség elleni készítmény, hanem egy alumínium foszfid nevű gáz, amiből kb. 500 mg a halálos mennyiség, és ebből a foszfingáz keletkezik. Ezt rákcsáló irtésre használják, úgyhogy abszolút mértékig csak saját, nagyon szigorú engedéllyel lehet ezzel az egész ezzel a cuccal együtt dolgozni, hogy bekerült hozzánk, nem volt új állapotban, és én valami undorító gusztustalan módon kihasználtam a lehetőséget, és azt mondtam a fiának, mondom, kössünk egy alkut. Ha a papa túléli, akkor nem fog soha többet inni. És azt mondom, megígérem, nem iszik a csávó azóta se egy kortyot se. Nem biztos, hogy egy túl etikus volt ez a részem, de bejött. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez szerintem egy olyan, aha, motivációt jelentett a legénynek, ami alapján azt mondta, hogy hát akkor én inkább megkockáztatja. Volt egy pici hazárdírozás, vagy azért tudtad, hogy az öreget visszatudott hozni? Hát én azt gondolom, hogy azért tisztában voltunk azzal, hogy azért olyan 70%-ban gyógyítható lesz, aha, a történet, de az nem 100. Aha, igen, ott azért van egy egész 30, igen, és hogyha elveszted, akkor viszont a srácot is bukod. Igen, akkor tudtél. Akkor viszont akkor örökre bukod. De én azt gondolom, az élet az kockázatból áll, és nyerni meg jó. Ezen nem vagyok. Hát köszönjük szépen, hogy bejöttél, igen, könnyű végszóval búcsúz. De egyébként fantasztikus, a Gáborral mindig úgy beszélgettünk a reggeliben is annak idején, mint hogyha egy cukrászdában ülnénk, és a dobostorta keménysége, ropogással beszélgetnénk, de kedélyesbe csevegéseket folytatunk olyan dolgokról, amit nem is értettem, hogy hogy létezik, hogy ez felmerület valakiben, hogy szabályosan te mondtad, hetenként jöttél, és hetenként újabb, már be is rekedtem már a témától is. Tehát, hogy olyan szereket, olyan mérgeket, tehát nem az, hogy kitaláltam, hanem szabadon leírt mérgeket vegyítettek össze fiatalok akár, amikből születtek ilyen újabb kábítószerfajták, és te soha nem törhetél hátra a székben, mert minden héten valamit meg kellett tanulni, valami újat, mert újabb meglepetés. Én azt gondolom, a szakmában ez a szép, hogy mindig megújul, és hogyha tényleg az ember csak abban gondol bele, hogyha én csak a saját szakterületemet napra kész akarok lenni, ez egy folyamatos tanulással jár együtt. Szóval nem lehet az, hogy hát, hogy hol vagyunk már, elég, amit tudunk. Arzénos bulitól, esetleg a ciántól,
azt kell, hogy mondjam, hogy szinte heti rendszerességgel jelennek meg új olyan kihívások, aminek a szakmának meg kell felelni. Na tehát most már itt tényleg egy növényvédőszerek. Ez megint a bulvár sajtó, ez amikor megjelent. De te is mondtad annak, hogy voltak olyan. Ez hülyeség a növényvédőszer. Hát csak az van kívül. Csak a pici aludt akkor, tudod lehet, még. Megjelenik a szaklap, ugye ott is van mögötted egy ilyen szaklap, nem mondom ki a nevét. Ugye első oldal növényvédőszer az új kábítószer, és akkor mindenki ott, vagy mit tudom, fürdősó. És akkor néni megy a fürdőszobába, és akkor Jézus már is mit csinál, jön a rendőr is, elvisz, és ott lelki szemület mellett megjelent, hogy rátörnek a tekesek, és akkor nagy itt leszorítják, lebilincselik. Nem az új kezed hátra? És van nála 40 deka narancsillatú valami. Hogy akkor ez, nem, ez abszolút nem. A történet ez arról szól, hogy így reklámozzák. De ennek köze nincs ahhoz. És így is árusítják őket, és köze nincs. Hát persze beleszóradott a fürdőbe, csak legfeljebb meg, hülye vagy. Hát négy rúgót eltoltál. Arra, hogy ülje a kárba. De hogy mert ráírják, akkor ettől lesz legális. Mert azt mondod, hogy fürdősó. Ezért aki használja a szert, az fogja, ő tudja, hogy azt kell keresni. Meg hát legálisan akkor forgalmazható. Hát egy ideig, ugye, de most megint ugye az a történet, hogy új szertörvény, úgyhogy van mindig egy ilyen folyamatos lépegetés. Meg lehet fordítani? Nem. Nem, ugye, mert hogy nem tudsz mi ellen törvényt hozni. Most körülbelül ott tartunk, hogy becsléseink szerint például a marihuánához hasonló szintetikus kannabinoidokból még valahol olyan 1200 féle vegyület lehet, amit majd még meg lehet valamikor csinálni. És ma már például úgy csináltak most a legújabbak olyanok, hogy például kétszert, ez nem tudom, hogy kutyát kereszteznek. Két kutyából egy új faj. Kétszerből egy vadonatúj. Persze ez kémiai módszerekkel, és ma már ugye ezeket a szereket általában ugye számítógépen készítik, szóval nem arról szól, hogy ilyen lelkes, ilyen kémia faktor érettségzett csávokat öntögetik ugye a kémsőket jobbra-balra, és akkor ez ilyen szagú, ez olyan szagú, nem, most már kémiailag ugye modellezik, ismerik a fogadóhelyeket, a receptorokat, magyar szóval ismerik az árat, és tudják, hogy milyen fajta kulcsot kéne ebbe belerakni, hogy a rendszer elinduljon. Hányan hallgatnak most irigykedve, és gondolják azt, hogy hát tessék, mennyire jó ennek a Zahernek, ennek aztán vannak táblatai, vannak van jövőkép, 1200 új szer, és még nem ismerjük őket, tessék, ő tud tervezni az elkövetkező 15 évre. Hát így körülbelül annyi még a nyugdíj, úgyhogy gyakorlatilag én azt kell, hogy mondjam, hogy buli lesz. De egyébként ugye az nem titok, annak meg aztán, aki olvasta a könyvet, annak meg pláne nem, hogy te eredetileg nem toxikológusnak készültél. Nem, én traumatológusként kezdtem, baleseti sebészként kezdtem a Honvéd Kórházba a pályafutásomat, ahova most ugye vissza is tértem. Én már a január 1-e ott az ottani sürgősségi centrumot vezettem, ami egy baromi jó hely, azt kell, hogy mondjam, hogy 21. századi körülmények, tök jó fej kollégák, de nagyon-nagyon jó helyre küldtem vissza, de nem titkolt vágyam az, hogy a toxikológia is oda kerüljön, hiszen most voltam a hétvégén, benéztem a Péterfibe, és hát bizony 20. század közepi körülmények között tudtunk ott mi 21. századi eredményeket produkálni, és mi lenne, ha jó, ez is megkapna azt a fajta helyet. Egyre mindenki fogadóképes, csak pont éppen az egészségügyi államtitkárság az, aki azt mondta, hogy nem, és nem tudtak olyan szakmai indokot mondani, amire az ember azt tudná mondani, hogy igen, ezt el tudom fogadni, mert nincs olyan szakmai indok. Most itt két dolog lehet, vagy azt mondják, hogy te így is jól működtél, ugye? És a 99%-os hatásfokkal jók voltatok, menni fog az így is, vagy azt mondják, hogy el akarjuk söpörni ezt a problémát a padló alá, hogy nincs, nem létezik, ne ruházzunk be rá, nem kell az új módszer. Én nem tudom, csak ugye a dologban az a furcsa, hogy a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Kórház, a GMC szakhatóság, mindenki vevő erre a dologra. Aha. És ott a kórházban van kialakítva, vagy most kerül kialakítás alá egy olyan terület, ahova elférne gyakorlatilag 50 ágyon a toxikológia. Szóval még a helye is meg lenne, nem arra lenne szó, hogy hova tegyük, merre, hol tudunk neki szorítani helyet. Minden adott. Csak éppen nem értem, hogy ha minden adott és szakmailag is az indokolt ez a dolog, akkor miért nem tud egy politikai vezető annyit mondani, hogy csináljuk meg. Do it. Aha. Ennyi lenne az egész. De nincs a birtokodban esetleg valamilyen gyengébb tudatmódosító szer, amivel befolyásolhatnád a véleményt? Én azt gondolnám, hogy ehhez nem kell módosítani, ez egy racionális döntés kellene. De küzdesz ezekben a dolgokban? Muszáj. Te mész előre? Muszáj. Hát én mondom. Én mondom, és mondjuk tényleg kihasználom azokat a lehetőséget, és ezt köszönöm, mert teszed. Most hallgatja egy jó pár ember, és talán van közöttük olyan döntéshozó, akinek eszébe jött, hogy ez a kopasz szemüveges szakállas figura, ez nem szokott mindig nagy baromságokat mondani, és lehet, hogy érdemes odafigyelni. És ha ő tényleg úgy gondolja, meg a szakma is úgy gondolja, akkor szerintem a politika segítse a szakmát. Gábor, egyébként a te munkád azért igen erősen pszichológusi munka is, nem? Mert mondjuk gondolom rengeteg fiatallal azért próbálsz olyan módon is kommunikálni, hogy
elmagyarázni, meggyőzni. És pici új orvos kereső egyébként. Igen. olcsóbb, mint a régi. Tehát, hogy ez sikertörténet ebből a szempontból ez neked? Hát ez azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindig, de igazándiból azt gondolom, hogy egy bizonyos betegszám fölött időnként ezek a problémák talán elvesznek. Mennyi ez a betegszám? Hát évente. A Péterfibot kezeltünk évente 12 000 beteget, itt a Honvédban pedig napi 150 betegünk fordul meg, ez kb. 50 000 beteg, ugye erre, amíg rájön a Péterfis 12, az olyan 62, az ennyit Magyarországon egyetlen egy sürgősségosztály sem láttál. És a léptékek, beteget. Az arányok azok milyenek, hogy egy ebből kb. Hány százalék az, aki mondjuk csak matrészekre hát a Péterfibe magát. Ott körülbelül olyan hétvégenként olyan 15-20 beteg jött, akivel alkohol problémák voltak. Ezeknek kb. A fele volt az, aki a fiatal kategóriába tartozik. Itt a Honvédban gyakorlatilag olyan napi, olyan 4-5 olyan beteget kapunk, aki csak alkohol miatt kerül be a kórházba. De igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy én abból nem szoktam messze menő következtetéseket levonni, hogyha mondjuk akár egy fiatal, mondjuk alkohol, vagy akár más egyéb szerre használta miatt kórházba kerül. Ez még nem azt jelenti, hogy összedőlt az élete, mert hát egyetlen egy gond szokott ilyenkor én lenni, és ezt én mindig szoktam szülökt és megkérdezni, hogy tessék szívesen visszagondolni a bezzeg az én időmre. Szóval én emlékszem rá, hogy például hogy gyógyszertan szigorlatot követel, amikor itt nem messze a rezsőtéri kollégiumba bementünk, mikor az egyik csoporttársam azt mondta, hogy hoztam 5 liter bort Szexádról, és azt mondtam, hogy jó. És ennek az lett a következő, hogy én reggel ott ébredtem a rezsőtéri kollégium előtt a parkban, egy pad alatt, úgyhogy nem volt meg az öltönyömnek az egyik ujja, de hála az égnek, az izén megvolt, az indexem megvolt, az nem tudom, hogy maradhatott meg nálam. És ki tudja, mi volt abban a borban is. Valószínűleg, hát figyelj, ez azért 80-as évek eleje volt, úgyhogy akkor még abban csak bor volt, de igazándiból szerintem mi is csináltunk ilyeneket, és amikor most látjátok a neten ezt a sok baromságot, ugye ezt a Necnominated, hát mi is pont ilyen baromságokat csináltunk, csak akkor még csak 8 mm-es kamera volt, amit legfeljebb a moziba, a Magyar Híradóba vetíthettek volna le, de hát nem tudsz szétspriccelni a világhálón, persze. Ma pedig alapvetően arról szól, hogy 15 percig mindenki lehet világsztár, mert megnéznek, látklikkelnek, de hülye vagy. Na persze, és a hülyeség a mi időnkben is ugyanolyan ragadós volt. Igen. Csak akkor mondjuk sokkal kisebb közösségekben, ma pedig mondjuk, ha megszólítanak a neten, hogy most akkor holnap tessék szépen neked meginni azt a kutyvalékot, akkor most legfeljebb azt mondod, hogy nem, de az esetek jelentőségében azt mondod, hogy na, csapjunk bele, azt csináljuk meg. Hát emlékszem, hogy nálunk nem a net kedvéért, meg nem a világ közönsége kedvéért, hanem mondjuk egy katonai hálóteremnek a kedvéért volt olyan katonatársam, aki lefújt egy kupakba egy 84 dezodort és megitta. Tehát... Igen. És nagyon népszerű volt egy ideig. Igen. Hát ez persze, meg én említem, építőtábor 16 éves Tajó, osztálytársam azt mondta, a kezébe a 2 dl is kevert el, az egy veszélyes üzemegység volt, akkor emlékszünk rá. Nem mered? Na, nehogy Zahár Gábor, mert tehát az éjszaka a szilvafa tövénnél telt, és azóta a szilvafa is abból él, amit én oda hánytam, és azóta egy fantasztikus szilvák nőhetnek azon a szilvafán. Amikor szóval a hülyeség, az azt gondolom a mi időnkben is pontos, hogy csak ma már ugye elfeledkezünk róla, és egy 35 évvel ezelőtti kamaszkori berúgás az úgy bearanyozódik, nem? Azt már úgy meséled, hogy meg milyen jó pofa. Most akkor én megmondom őszintén, ezek után a sztorik után én anyámtól sosem mertem visszakérdezni, hogy ezt hogy fogadta. Nem volt utána retorzió, nem volt sarokbálás, zseppénzrevonás, kutyafüle, de nem a szeme attól csillogott, hogy jaj, de jó fiam, végre úgy hoztak haza, hogy még a cipődorra is elkopott. Ez volt igen, persze, végig húzott a körutat. Így van. Amikor túl vagy azon, hogy életmentés, már hogy a kórházban, kimostátok, kezeltétek, akármicsoda, akkor neked kötelességed másnap reggel leülni az ágya szélére, és azt mondani, hogy fiatal ember, ebbe maga bele fog halni. Én úgy gondolom, hogy ha nem is kötelesség, de az ember időnként szokott kérdezgetni, és én sose ezt szoktam kérdezni, vagy annak idején ott a Péterfibe sose ezt kérdeztem. Kérdeztem, hogy foci meccsről, egy iskoláról, bármiről, bizonyítványról, mert az ember rögtön megkérdezi, miért csináltad. Aha. Az szerintem mindenféle kommunikáció csatornát pillanatok alatt lezárt. Abszolút, abszolút. És ugye nagyon gyakran ez a baj, és én ezt pontosan látom is. És látom ugye a mai fiataloknál, hogy megszűnik a kommunikáció. Szóval a szülőgyerek kommunikáció alig-alig, a leggázabb magyar statisztika, amit mindig igyekszem elmondani, ez a napi 7 percet foglalkozik egy átlag magyar felnőtt, egy átlag még magyar gyerek. 7-7-es gyerekek. Hetes. És tudjátok, ebben a standard kérdések vannak leginkább benne, azt hiszem. Mi volt az iskolában? Mi történt? Hazahoztad, megírtad, befizetted, megetted,
talán még kérdezünk valamit, mondjuk a biológiáról, vagy magyarról, nagyon matekhoz már nem mennek, és baromi sok dolgom van. Meg és, nem is értünk. És emellett ugye 5 óra 30 percet néz egy átlag magyar azt a bizonyos világító dobozt, és ez nem feltétlenül az olimpia meg a foci VB időszaka, mert az, azt gondolom egy bocsánatos bűn, hanem ez egy átlag A4-es magyar hétköznap, ami de ezek a 7 percek is ilyen mellékes beszélgetés, mert közben kevergeti persze a rántást nyilván. Tehát kicsit oda kérdezel, de nem is figyelsz rá. Persze. Tehát amikor mondana is valamit a gyerek, üzenne, hogy igen, volt matekora, de képzeld, új csajom van, de azt már meg se hallom. És visszakérdés, ugye, amit megint csak megszoktam, hogy mikor beszélgetett utoljára a gyerekkel. És akkor visszakapom a visszakérdést, miről? Hát mondjuk a tegnapi Fradi meccsről, az ukrán helyzetről, az időjárásról, a csajokról, a pitirek leszről, bármiről, ami tökéletesen kommunikáció, mert általában hogy szoktunk kommunikálni, diktátum formájában, egy irányba, majd én elmondom neked hülye gyereknek, hogy mit csinálj, meg esetleg péntekenként ugye este tömörített fájlformátumú gyereknevelés. Ugye mielőtt a gyerek elmegy a buliba, akkor veszünk egy mély levegőt, és elmondjuk azt, hogy mi a véleményünk az alkoholról, a kábítószerről, a dohányzásról, a felelőtlen szexualitásról. Amin mindannyian túl ami vagyunk. Mindannyian abszolút túl. A mi időnkben is nagyjából ugyanezek volt, csak akkor kábítószer nem volt. Ugye akkor egy kicsit rövidebb volt ez a tömörített fájl. Így van. Szóval én azt gondolom, hogy ez gáz. És szoktuk volt időnként mondani, nekem is szokta volt a feleségem mondani, hogy ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. Most ezen azt gondolom, nincs mit csodálkozni. Ugye részben genetikailag visztőlünk tovább, részben mintákat visztőlünk tovább, és ha ezt látja otthon, ő is olyan lesz. És így tovább, és így tovább. És azt gondolom, ez nagyon-nagyon meghatározó, és mi elvárjuk a gyerektől, hogy tudjon nemet mondani, és vajon mi tudunk? Nem. Hát, ettől ja, a pillanat... tudtam most. Jó, hát világos. Hát ez kiváló. Csak ugye ez egy jó pofa dolog, hogy most kimondjuk azt, hogy nem, mert mondjuk járóra nem. Nem. De jó, tudunk nemet mondani. Egy nagy lótúról. És abban a szituációban. És ami még egy másik ilyen érdekes dolog, hogy tényleg itt még egy picit itt a gyerek és a szülő kapcsolatáról, hogy amikor a gyereknek döntenie kell, akkor ő egyedül van. Már idézőjelben egyedül. Ott van a buliba, ott áll vele szemben a haver, és azt mondja neki, igen, az megint az a jó kis csúsztól, de múlt héten is betoltuk, hogy 160 BPM-mel mentünk a knife partira. Igen, nem fog akkor, hazacsörögni, hogy megkérdezze anyukáját. Hogy... És anya nem lesz ott a buliba, apa se, az kéne még csak az halál, arcvesztő pillanat, és nem fogott előugrani, és azt mondja, hogy kisfiam, vigyázz. Tehát ez azon múlik, hogy mennyiben tudtuk a gyereket felkészíteni arra, hogy jó döntéseket hozzon. Ez tök olyan, mint amikor valaki elmegy sportolni, vagy és mitől versenyző lesz belőle, jár edzésre, tehetsége, szorgalmas, hogy fog hétvégén a meccsen teljesíteni. Jól. Plusz 20 kilót, lusta, éjszaka bulizott, csak mi lesz vele, két fára fektetik, 10-0-ra kikap, stb. Szóval baromi nagy felelősség, én azt gondolom. Hát igen, csak, de az se baj szerintem, hogyha nem ugrik be neki az anyának, vagy az apjának a képe, elég, hogyha beugrik neki egy, nem, egy nem, kopasz, szemüveges, körszakállas. Én azt gondolom, az a erkételi jogatod a gyerekek. Az már nagy baj. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nekünk kell adni a gyereknek a döntési algoritmushoz egy csomó dolgot. Az értékrendekről, a példaképekről, a keretekről. Szóval ez szerintem a és akkor nyugodtan folytatom. Jó, öreg, húz egy nap, de nekem kéne ettől is. És még valami, aztán már tényleg hagylak titeket, és egy kicsit szóhoz jutni. Nem, azért, hogy nem, mi felnőttek úgy gondoljuk, ha a gyerek elmegy péntek este a buliba, és jön ugye az after party meg a chill out, az miről fog szólni? Lerészegedik, teleszívja magát, és felelőtlen szexuális kapcsolatokat fog teremteni. Máshol biztos nem szólhat. De nem erről szól. Időnként persze szólhat erről is, meg benne van a pakliba, hogy időnként erről szól. De attól, mert a gyerek elmegy úgy bulizni, ami a mai bulizási szokások, ami picit más, mint az én időmben. Hát akkor kezdődik, amikor, mikor mi hazamentünk. Így van. Például. És ettől a pillanattól kezdve nem tudunk ez a világhoz, mint felnőttek mindig jól alkalmazkodni. Van már olyan fenyegetés, hogy hajoljon föléd a zaher? Ébredj úgy, hogy az ő látod. Na ezt is kiderítjük, majd 2 perccel múlt el 8:30, jönnek a friss hírek, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nemre, 0676450000 az SMS számú. 1 perccel múlt el 8:45, nem fekete-fehér igen nem lesz, hanem 3-as ugrás, köszönöm, hogy figyeltek rám, csak itt annyira elmerültünk a Zaher Gáborral való beszélgetésből, hogy én is tévedhetek. Rengetegen írtak már neked, van egy ilyen, hogy egyszer ébredtem úgy, hogy Zaher úr ébresztett, nem volt kellemes, de sokat segített. És köszönöm szépen a hallgató. Nagyon sokan kérdeznek tőled, hát én nem nagyon szeretem ezt az SMS-ben földobom, és diagnosztizálnak és segítenek. Működik már neten, ez egy fantasztikus történet. Hát az biztos. Hétkor felrakod a diagnózist, vagy a tüneteid, a 9-e diagnózis, 9:30 a neten veszed a gyógyszert. És használ? Hát azt nem tudom. De működik. Azt kérdezném Gábortól, hogy van egy 20 éves lányom, az arca megdagad az italozás után, és fulladásos tünetei is vannak. Mi okozhatja, mert a véreredménye rendben lehet volt. Lehet az alkoholnak önállóan allergiázó hatása, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor ne.
Vagy az is lehet, hogy valami olyan italt viszik, amivel van valami, például a toniktól nagyon gyakran felszoktak olyan kinintől esetenként dagadni, vagy más egyéb, vagy tartósítószer van, akár szulfid tartalmú italoknál, szóval ide most mondhatnám azt kicsit hülyen, hogy tesztelj, hogy mitől nem. És akkor azt fogyasztani, így a végig ugye átom zég a leltár, de inkább én azt gondolom, hogy ilyen történetben hogy legyen felejtős. Így van. Kicsit másnap. Hosszú a lista. Kevert után másnap nem volt jó, de nem dagadtam. Sokat hány, de nem dagadt. Meséltél egy másik dologról, hogy dívik most egy olyan italozási forma, hogy kémcsőbe teszel alkoholt, és ezt így rárakod a szemedre, és hanyat fekszel. Ez a világbaromság. Ez mi? Ez az eye bowling. Aha. Ugye, amikor a szembe rakják az alkoholt, ez nagyon jó, mert nagyon jelentős látásvesztést okoz. Ellenben nem lehet tőle berúgni. Szóval, aki szeretné, az nyugodt lélekkel, csak akkor már előre gondoskodjon, ha mindkét szemmel csinálják a fehér botról. Aha, és egy kutya szép marja. Persze. Na, de erre nem jöttek rá, addig, hogy de hát ez megint a netes baromság. Ez olyan, mint a vodkás tampon a végbélbe, amikor amikor az alkoholt valaki felszippantja. Szóval egy csomó ilyen technika van, egyik sem olyan, vagy amikor régen ezt mi is próbáltuk, ugye, hogy szívószállal inni, hogy hát ha szívószállal nem fog jobban felszívódni az alkohol, nem fog jobban lebomlani az alkohol, abszolút. Szóval ezek ilyen városi legendák. Ezek látom, egyik sem állja meg. Látom magam előtt a beszélgetésen, hogy jön haza a gyerek a hajnalba, és akkor a szülő persze fel kell, kimegy az először meg, és mit van ennyire bevérezve a szemed? Csak bowlingozt. Hát, és mitől fáj a feneked, drágám? Hát csak tamponáltam. Hát csak megjön. Azért ez is szörnyűtött, hogy már, és mondjuk itt valószínűleg nem olyan emberekről beszélünk, akik ezt kipróbálják, akik tényleg alkoholisták. Tehát, hogy az alkohol... Nem, ez a brahi. Igen, ez a brahi mert hogy érted, hogy nem azért iszol, hogy leülj a barátaiddal és beszélgess, és közben megiszottok három sört. Ez a tamponnál le lehet ülni. Az igaz, hogy jobban beiszorul a dolog, hanem azért, hogy elérem-e azt az állapotot, ami a káó. Ez a teszteli. Hát de ezektől nem lehet. Azért a hagyományos szájon keresztüli bevezetés az jó, meg ugyanmiről itt beszéltünk, az inhalaszórium, ugye, hogy inhalálni az alkoholt. Az van már, vagy az csak készülő? Hemingway csinálta. Na, értelmezzük akkor azt a dalszöveget, ezt az almabor inhalálást, hogy az akkor hát az almabornak azért viszonylag alacsony az alkohol tartalma, de itt mondjuk nagyobb mennyiségű alkohol, ugye nem az aromát, mert az kevésbé, hanem magát az alkohol tudja. Ja, én mondjuk a konyakos megy után is már verekszek. Ele nagyon jó inni. Szoktunk menni turnéra, ilyen éves, egyszer találkoztunk is, emlékszem, voltatok valahol Tapolcán a feleségeddel, és akkor mi meg ott voltunk. Most a Janival úgy szoktuk, hogy sutyiba egy feles megítatunk fel, és onnantól ez a parád van. Mindenkit szétszed, és mindenki kap. Újabb kérdés. Azt hiszem, bealszik. Nem, az később van. Jani, kérdezd meg Gábort, hogy Mák és az Ice Tea hatással lehet-e a nem alvásra. Imádja mindkettőt a 8 éves lány. Gábor, az egyik kedves hallgatón kérdezi, hogy a Mák tea, illetve az Ice Tea közös azért hatása. A Mák teát ne keverjük. Ja, a Mák gubón van alkaloid, de magán a Mákon azon nincsen. De hogyha mondjuk nem kifejezetten jó helyről van a mák, és én ezt kipróbáltam magamon is, hogy nem jó helyről vett máknál, ugye pozitív lesz az embernek az ópiátja a vizeletéből, és ez viszonylag sokáig kimutatott mindenféle klinikai tünetek nélkül, de igazán az ájsztének ilyen hatása nincsen, úgyhogy a normál mákos tészta... Attól nem fogsz beállni. Csak akkor a nagyon türelmetlen a gyerek attól, és nem vágja. Tehát vezethetek mákos guba után. Vezethetsz mákos guba után. Unokaöcsém, egy utolsó unokaöcsém foga buli után feketés árnyalatú. Lehet-e ez drogtól? Kérdezi a hallgató. Feketés. Hát, szorványos fogmosás inkább. Hát, de előtte igen, valószínűleg megmosta, mert előtte nem volt feketés. Én azt gondolom, hogy nem, de hát lehet, hogy valami olyan buli volt, hogy mondjuk fűbe harapott éppen valami. De nem olyan fűbe hanem mondjuk lehet, hogy orcára dőlt. De minden buli után orcára dőlt? Lehet, hogy minden olyan buli az úgy sikerül. Nincs olyan, amitől így igazán lehet, hogy kicsit túl sokat dohányzott. Hát, vagy arcon húzták a többiek az lehet a másik. És az aszfaltot. Tényleg, ha már itt a fűbe szóval egyébként egy kedélyes, nyugodt úriember vagy, de emlékszem, amikor beszélgetünk egyszer a televízióban, akkor kicsit felúsztat magad azon, amikor a marihuána legalizálás volt szó, ugye, mint úgy állítottak volna be, mintha annak semmiféle olyan utóhatása ez, lenne, ami, és akkor azt mondtad, hogy micsoda marhaság ez. Ez abszolút. Hát ugye ma már ismerjük a marihuánát, ugye a hozzászokást, elvonási tüneteket, testi és pszichés tüneteket. Persze ettől még sok embernek bejön, és azt mondja, hogy hát most mit tudod, én már kicsit rastafáriként szétütöm magam, attól semmi bajom nem lehet, de azért megvan azok, akik bekerülnek kórházba, pszichózis miatt függők, elvonási tünetük van. Szóval azért azt gondolom, hogy gáz. Ettől még persze egy olyan érdekes dolog, az tovább gondolható, még a marihuánának az orvosi felhasználása. Szóval nem az, hogy a patikus megtekérését, tehát kijössz, és mondta a patika lépcsője már...
ott már tolod ugye, hanem fájdalomcsillapítás mondjuk. Abszolút, szkleros multiplexnél, éces betegeknél, és nagyon-nagyon sok helyen lehetne ugye ezt használni, de nem így, hanem ugye a hatóanyag formájában. És ugye itt nem feltétlenül nekünk Amerikát kell majmolni. Szóval Amerika ebből a szempontból abszolút nem egy reális történet, mert mindenkiről kiderül, hogy súlyos fájdalmai vannak, mindenkinek ezt fölírják, sokkal könnyebben írják föl, szóval nem, ez Európa. Európa egy kicsit azt gondolom, hogy másról szól, és vannak Európában is olyan országok, ahol a marihuána hatóanyaga már gyógyszerként jelen van, és ahogy használjuk a kokaint, használjuk a ketamint, használjuk ugye a morfint és a különböző morfin szállodékokat, mint medicinális szerek, szerintem a marihuána hatóanyagának is joga lenne az, hogy bekerüljön. Nem tudom, hogy a magyar orvostársadalom ezt mennyire lenne hajlandó befogadni, de jó lenne. Téged nem szeretnek az orvosok, vagy szeretnek? Amiatt, amiért vállalod a nyilvánosságot, amiatt, amiért terjeszted azt az igét idézőjelesen, amiben te hiszel. Mert egy magyar orvos nem ilyen. Egy magyar orvos nem jár rádióműsorba, egy magyar orvos nem nagyon ismeri, vagy nem ilyen intenzitással. Én azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolgot megpróbálunk elmondani, ami a szakmánkról szól. Uh-huh. És ha belegondoltok például abba, hogy mondjuk a pszichiátria, ami szerintem az egyik legolyan kicsit sötétebb lóma, amiről nagyon keveset tudnak az emberek, hogy a pszichiáterek miért nem merik ezt fölvállalni. És akkor nem lennének a küzdelmek, hogy a szientológiai egyház és a pszichiátria között, hogy mit mondunk ma a pszichiáterről, teletöm gyógyszerrel, és mondhatnék még, ahelyett, hogy ők is fölvállalnak, hát fantasztikusan sok okos, jól képzett, magasan kvalifikált, jól beszélő pszichiáterrel, de lehetne hívni, mert mondjuk egy lakosságtól, A4-es magyar lakostól megkérdezni, hogy mit tud a depresszióról. Hát nem az, hogy reggel dedep is vagyok, mert köze nincs ez. Mi az a skizofrénia, bipoláris zavar, tehát egy csomó olyan dolog, és hát ugye annak idején, amikor Zeiser Endre elkezdte annó ugye a genetikáról a tévésorozatát, hát azt se tudtuk ugye mi az. És hát mennyire fantasztikusan érdekes volt. A lakosságot ez érdekli. És úgy gondolom, hogy kicsit kinyitnánk az ajtót, megszűnne a fehér köpenynek az a mitosza, hogy mi nem a folyosó fölött 10 centivel lebegünk, hanem ugyanolyan A4-es normál emberek vagyunk, akik pontosan ugyanúgy, valljuk be őszintén, időnként hibázunk, ha bár nekünk nagyon-nagyon nem kéne hibázni, de szoktunk hibázni, akkor szerintem sokkal jobban működne az egészségügyi kommunikáció. Mármint a normál, akár orvosbeteg, és itt most nem a kormányzati szintű kommunikációról van szó, hanem annál sokkal lényegesebb az, amikor az ember szembe kerül a betegével. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy merjük ezt a dolgot fölvállalni, és még egy nagyon fontos ebbe az egészbe, nagyon csúnya szó, de ezt nem tudom másképp mondani, népnevelés. Uh-huh. Szóval, hogy magyarázzuk el, és ha mondjuk egy fogorvos 24 ezerszer elmondja, hogy gyerekek naponta 3-szor kell fogatmosni, akkor lehet, hogy Magyarországon nem 2 tubus fogkrém és 0,7 fogkefe jutna per fő, per év. Szeretem, per hogy az adatokat nyomod. Per év. És ami azt jelenti, hogy másfél millió... Egy fogkefe sem. Másfél millió honpolgárunk van, aki nem most fogat. Nem, egyáltalán. Nem azért, mert nincs. Hanem, van persze egy van az utáma, is, nem lesz. De van, vagy aki kézbe mossa. Mondjuk az is egy Gábor, ha már ezt szóba összetem, megkérdeztetem tőle, nekem van egy nagyon komoly problémám, a nejem szerint meg azok szerint, akik beszoktak járni a fürdőszobában a kezet mosni, és látják, hogy én elég nagy mennyiségben fogyasztok gyermekfogkrémet fogmosásra, de hogy te is rá vagyok gyógyulva, vagy gyakorlatilag ilyen... Ez a hófehérke című gyerek? Hogy ez a színe, ami a mi időnk, mi volt? Nem tudom kinőni ezeket, de tényleg. Tehát, hogy csak a gyerek, és igazából teljesen mindegy, hogy az van ráírva, hogy 4+-os, vagy 6+-os. Én ezeket imádom. Lehet, hogy ez egy ilyen blendi függőség a gyerekkoromból. Vagy csak mosol? Nem, mindig azt szoktam tanácsolni, az ex-barátnőmnek is, hogy köpjék ki. Beteg! Ez lehet egyfajta kényszerbetegség, vagy valami kapcsolat, hogy most lehetne itt akár itt a Janival, hogy most visszagondolunk, lemenne alfába, és akkor egy pszichiáter lehet, hogy előszedni, hogy 3 éves korában szerelmes volt a intalóvába. Én a blendire vezetem vissza egyébként. Van ez a történet. És valami olyan mély analitikai történet lehet, amiből kiderülhet, hogy itt mi volt 3 éves korban. Hát azért ott van mit kapargatni. Janin, hát van mit kapargatni, majd egyszer szállunk erre is egy műsort. Zaher Gábor, nagyon köszönjük. Szerintem megint tanúságos volt, meg egy kicsit egy pár olyan oldalt is megpróbáltunk megkaparni, amire eddig még nem tudtunk beszélgetni veled, mert mindig csak akkor hívtunk, ha tüzet kell oltani. Most végre azért rólad is hallottunk néhány dolgot. Hát és nem eleget sajnos. Mert... Igen. Megyek vissza a gyárba. Igen, köszönjük szépen, egy nagy tapsot még küldünk neked, meg mindenkinek, aki dolgozik odaben. Köszönjük szépen. Köszönöm. Mi pedig már is a 3-as ugrással folytatjuk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. No kérem szépen, akkor mondom, hogy Zsófi van itt velünk, aki győri.
Sziasztok! Szia, Zsófi! Szia, szia! Várjál, a másikat adjuk már oda izének a picinek. Na, az vagy ez, vagy átülsz? Várjál, de akkor közelebb. Jézusom, na, mi van itt? Tessék, megmondták a szót, tőlem kész vége. Szia, Zsófi! Hello, sziasztok! Mi a helyzet Győrben, Zsófi? Hát, kezd kifűzni a napot, hogy tesszük. De jó nektek! Hát. Szerencsés. Ne fordulj hátra, pici felhős, azért borzalmas. Rosszul leszel, tudod, emlékszel. Depis leszek. Vagy már vagyok nem is. Zsófi, ugye tudod, van három kérdésünk, egyre nehezebbek, egyre nagyobb ajándékért, de bárhol megállhatsz, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél kiszállni a buliból, és neked az a fantasztikus élmény, ami jutott, hogy maga Csonka András, akkor pontosan, így mondom, hogy Amerikában is ki tudják. Hát majd angolul is mondani, hogy hátalhatják. And you see him. Így van. Akkor várjál, úgy mondjuk, következik az első kérdés, nyakba akasztóért. És már mondhatom is most. Melyik város egyik híres utcája a Wall Street? Oh, yeah. Zsófi, bízom benned. Wall Street. New York. Oh, New York. Yeah. Éreztem, hogy meg lesz, Zsófi, éreztem. Most még nem állunk meg, egy pillanatig sem állunk meg. Hát várjál, de hát ha ő meg akar állni. Nem, 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 menjünk tovább. Nem akar. Menjünk tovább. Milyen nyakbalkasztó ér? Hát mi? Nagyon jó nyakbalkasztó. De jó, hát van egér alátét, vagy szatyor. Jó, akkor nézzük. Következik a második kérdés, egér alátétért, vagy szatyorért. Mondhatom én? Persze. Hogy nevezik a dél-amerikai eredetű, új nélküli, köpenyszerű felső ruhát? Oha. Csak bonyolultan hangzik, de nem az. Vedd föl a telefont, azért hívna. Vedd föl, tényleg meg fogja mondani. Gondolod? Aha, tényleg, vedd föl. Nézzük, hogy halljuk. Ja. Halló? Megírom, mondod. Na? A megfejtés megjött? Húha. Hát dehogy nem, olyan, mintha egy lepedőt raknál magadra, aminek középen kivágod a nyakát, ne szórakozz már. Na most lősz el, dühös magadra. Jaj, és én mondtam, hogy ne állj meg. Na tudod, én beszéltem rád. Most mondja már meg fejtést. Hát persze. Szabad? Vagy szabad. De most meg kell? Mondja. Hát drága Zsófi, hát ezt meg kell tanulnunk egy életre. Poncsó. Hát ez a poncsó. Jaj, hát a poncsó, persze. Zsófi. Hát nem, mint hogyha egy hétköznapi ruhadról lenne Magyarországon. Jaj, nem már, ne kezdjük ezt. Ezt most a Jani mellett vagyok abszolút. Ez egy nagyon... Tehát ez, de igen, Zsófi, könnyű kérdés persze. Volt, vagy nehéz? Könnyű volt, könnyű. Vagy őszintén az a szvetter is, ami most a pici mal, az is csak a 30-as években volt hétköznapi. Csortos Gyulától kaptam. Akkor viszont becsüld meg. Jaj, Zsófi, sajnálom. Hát sajnálom a dolgot. Rendben, legközelebb, hát ha jobban sikerül, illetve talán, ha nem a pici tette volna fel a kérdést. Lehet, hogy én tettek, a Zsófi, jóvá teszem, ígérem, jó, ne haragudj. Elandalított a hangja. Igen, küld neked egy CD-t az újból, ha lesz vége. A 12 évvel ezelőttiből az volt az utolsó. Zsófi, köszönjük, szia! Csak. Halló, szia, szia! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc múlva lesz 9 óra, nem győzünk betelni a nagyszerű emberekkel, mert képzeld el, hogy ugye az van, hogy jöttél te nekünk rögtön reggel. Az, a nyitány. Egy fantasztikum volt hétfő reggel. Én is érzem egyébként a hatását. Zaher Gábor, aki szintú. Tényleg frankó. És most az a helyzet, hogy 9 után tudom, föltesszük ne is mond, az íra tudom, pontot. Na de micsoda pont? És micsoda í? Hát micsoda í? És micsoda korona rajta? És honnan? Egy világsztár. Egy világsztár. A medgy, vagy a cseresznye a hab tetején. És tényleg külföldről jelentkezik be, ugye? Tehát nem egy kamu dolog, hogy most akkor a szomszéd stúdióból eljátszuk, hogy, hanem ő tényleg egy fantasztikusan távoli, egzotikus helyről. Igen. Ahol méltóképpen képviseli hazánkat. Így, a főnököt fölhívjuk, indul ma az új műsor, meg kell toljuk, jövünk a hírek után. Egy perc múlva lesz 4:10, M5 Kecskemét felé Újhartyánnál, a szokásos helyen mérnek, Big Face írta. Pilisi Ászfalú és Tínyek között az út valamiért lezárva, ablakos Sanyitól kaptuk, Maglódi út, Újhegyi út kereszteződésében 4-es baleset, az autók romokban, de úgy tűnik mindenki megvan. Pápa és Pápa Kovácsi között fákat döntenek, ezért mind a két sávot lezárták. Köszönjük az infókat, lehet küldeni ezeket a 0676450000-as SMS számra. Annyira sajnálom, hogy a Gábornak el kellett rohanni egyrészt, másrészt meg ugye azért elég sokat beszélgetünk vele komolyabb témákról, mert egyébként az ember
tele van jobbnál jobb sztorikkal. Nekem az egyik kedvencem, és sajnálom, hogy ez nem került be ide adásba, de hogyha valaki esetleg olvassa a könyvét, az megtalálja benne, az, amikor egy vasúti balesetnek a sérültjét látta el, aki bent volt a vagon alatt, és miközben ő ellátásban részesítette a beteget, a felette lévő búvó nyílásból valaki rákakált. Képzeld el, intubálsz kötszérten. Soha nem felejted el. Bead, és egyszer csak érzed, hogy a meleg lé csorog a tarkódhoz. És teljesen jogos volt, hogy cserét kért. Hát, hogy úgy érezte, hogy tampont a törlés cikét. És nem vodkás. Szegény. És számtalan jobbnál jobb. Zseniál, nagyon bírom. És éppen, tehát annyira kellene, hogy erről az iszonyatosan égető problémáról valaki ilyen közérthetően, jófej módon tudja beszélni, mert meg azok értenék meg, akiknek szól. Hát de nem igaz, hogy ez a dolog ilyen komplikált, hogy ne lehetne ebből igazán széles körben terjesztett promóciót csinálni, akár tévéműsor, akármi. Mert valószínűleg nincsen a többi szakterületen ilyen kaliberű ember, a kalibert most jó tessék érteni az orvostársadalomnak is mondom, tehát nem szakmailag, mert nagyon jó orvosok vannak Magyarországon, aki ezt így tudja elmondani, ahogy ő, és meri is vállalni, meg akarja. Azért most képzeljétek el, hogy a Zahár is bent van valószínűleg 10-12 órát a kórházban, a kis osztályán, és emellett még vállalja azt, hogy bejön ide hozzánk, valószínűleg majd még délután fölhívja az egyik tévétársaság, hogy nyilatkozzon már arról az új partidrogról, ami nem is az, és hogy ezeket ő vállalja, érted? Én megértem azért azt az orvost, aki mondjuk szívsebész 12 órán keresztül, és ő már nem akar. Tehát nem csak arról van szó, vállalja, vagy sem, nyilván egy csomó nem szeretnek szerepelni, ez igaz, de nem is tudnak. De ez nem hiba, ez nem bűn. Igen. Tehát ő nagyon közérthetően, gördülékenyen fogalmaz, jól fogalmaz, érthetően fogalmaz, tehát nem nagyon szeretem. Nagyon jó, mondjuk ebben benne van az is szerintem, hogy ebben a nyelvezetben kommunikál azokkal a betegekkel, akik bekerülnek hozzá. Igen. Tehát, hogy azért ő ott ez felszínt, meg hát egy vagány csávóról van szó, tehát ez vagy őszintén, amikor ugye a néhány felvillantott itt a gyerekkorát, meg a fiatalkorát, ahol azért kiderült, hogy volt, ő is azért volt a másik volt, oldalon igen. is. Úgyhogy, de zseniális, zseniális fickó. Meg érdekes volt, azt már most nem tudom nektek meg, hogy az adásban beszéltük, vagy adáson kívül én a születet beszéltem vele, azt mondta, hogy nem lehet azzal oda menni egy másnap a megmentett ember második napján reggel, hogy akkor te most miért drogozol? Érted? És a legtöbb orvos meg azt mondja, hogy azt próbáljuk meg ki, de és mondja, hogy ő nem megy így oda soha, hanem úgy, hogy na mi a focit szereted, de ha láttad, de a Barcelonát játszott, amikor még láttál, tehát nem tudsz. Igen. És hogy ebből tud ő építkezni, és ebből tud ő följönni a betegeihez, hogy már haver. És a haverodnak elmondod, meg, hogy mi egyáltalán beszélget vele, hát igen. Egészen más lenne a gyerek fekvése, hogyha amit ma mondott, hogy a szülők egyáltalán kommunikálnak a gyerekekkel. Hát csak van a dolognak egy hátulütője, mert hogy összebaratyúznak, már sokan már azért ugnak be, meg drogoznak, meg kokszolnak, hogy újra találkozhassanak a Gábor. Mondja, hogy menjenek be délután, nézzenek be, vigyenek valakit. A ma reggeli műsorvezető társunk, sztárunk egészen 10 óráig Csonka András. Köszönöm a tapsot, de azért a főcímbe igazán beletehetetek volna. Most vágja egyébként a Viktor, beszéltem vele, picit meg van csúszva, de szerintem negyed 11-re meg lesz. Akkor megyek haza, hát pont azért. Hát, vagy nem megyek? Vagy esetleg nem megyek haza? Maradhatsz még éppenséggel, mert még a tortából valamit csak teszel. Ja, igen, minden szünetben eszem egy tortát. Egyébként nagyon becsületesen tolja be az egyik szeret tortát a másik után, mert hogy még nem fogyasztott. Más mondta, hogy várjon 10 év, mert utána mindenki le fogja takarítani a maradékot. Jó, meghagyom meg. Szeretni fogják, imádni. Nem akarunk téged pici kijutni ebből a nyerekből, amiben most oly kényelmesen elhelyezkedtél, de értsd meg, hogy hívnunk kell egy embert. Na, de ez a szék éppenséggel nagyon kényelmes, és úgy gondolom, hogy jól is áll nekem. Tehát, hogy akkor mire gondoltok, vagy kire gondolhattok egyáltalán? Próbálja magát bebeszélni hosszú távra a műsorban. Annak a széknek van gazdája. Tudom, és nagyon becsülöm, tisztelem, meglátjuk, hogy milyen stílusban fog kommunikálni most ugye velünk, ehhez képest leszek kedves. Most ne legyél vele kedves, mert ugye mindig azon emlékszem, most bejöttél valamelyik nap ide egy felvételre. De is és... megint nekem kellett magyarázkodnom utána. Na, akkor most csináld azt, hogy most te vagy itthon, és ő a vendég. Esd neki. Tessék, te fogod fölkonfetni. Pont most, amikor... Na jó, mindegy. Ne, most ne... Végre adok fegyvert a kezedbe. Nem, de jó. Végre megadom a lehetőséget, hogy visszavágj. Most te vagy itthon. De elvesztem a bérletemet a műsorával, te haragudjál. Most ő... Miért hívtak már? Már föl is vettétek? Még nem. Tehát most te vagy itthon, most érezd azt, hogy ez a te műsorod 10-ig, te szólíthatod meg a főnököt. Már itt van, tessék. Egy fiatal, feltörekvő tehetséggel beszélgetünk nem sokára, aki hát valahogy egészen egzotikus helyen landolt, a minap valaki elküldte nyilván oda melegebb éghajlatra. Jó reggelt kívánunk, Balázs, Sebestyén Balázs! Sziasztok!
Tehát, hogy ismernem kéne ezt az embert valahonnan? Nem, annak idén Béletem volt egy műsorban, aminek az volt a címe, hogy milyen show, Béla, vagy nem, ja, ne, Balázs! Mit csinálsz? Nem, gondoltam, hogy bejövök, hoztam tortát nekik. Oda hát azért, mert most éppen kihasználtam ezt a kis rést, amit nem vagy itthon, és akkor úgy gondoltam, hogy fellendítem itt a forgalmat, hoztam nekik süteményt, amit te szoktál valamit egyáltalán. Mivel jössz ide reggelente, üres kézzel? Magával. Magamat hozom, várjátok, csak elmegy fölöttem egy repülőt. Szevasztok, szevasztok! Repülő, repülő! Szevasztok! Gondolom, marhára hiányoztunk. Rettenetesen, figyelj, elképesztően bámulmat. Milyen az idő? És nézem, hogy hol vagytok, merre vagytok, mi a belekiabálok, hogy Jani, Feli, de nem válaszoltok. Figyelj, az idő szörnyű, tehát az idő szörnyű, egy 30-31 fok, a belső árnyékban ott egy nagyon durva 26, tehát, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem... Jó, de nem unalmas ez így egész nap, ez a semmit tevés? Kicsit ívott, hallottak kicsit, a mojitóból azért kortyolt egyet. Konkrétan gyorsan kortyoltam egy mojitót. Nem, hát ez rohadt unalmas, tehát tényleg bámulod a tenger feltett lábbal a bárban szól a zene, úgyhogy szörnyű, gyere, higgyétek el, hogy nekem se könnyű, komolyan. Figyelj, és megismertek téged? Nem könnyű. Megismertek téged? Na, Stolt annak idén Tájföldön megismerték, kapott egy luxus bungalót, amíg mi a szobában dekoltunk csak. Igen, meg néhány airbaget. Igen, meg 10 gram has is. Figyelj, sátok, ti már nem is dumáltok velem, már semmi, már csak a csonkával dumálok. Nem jó, van, akkor hát visszavonulok, szevasz. Azért nem beszélünk, mert hogy de ez a fáziskésés, ne az legyen, hogy itt egymás szavába vágunk, meg a pici annyira szeretne veled kommunikálni, nekem mert ennyi bőven elég volt. Állítólag van valamiféle előszerződés vele az új műsorba. Először, ja hát figyelj, neki bérlete volt elég sok műsorokban, de eddig most már olyan kevés helyen van, hogy igazából még gondoltuk, hogy sajnálatban meghívjuk. Ja, akkor ez is csak egy ilyen udvarias casting, amit csak azért csináltatok meg, hogy ki legyen pipálva, és hogy ne sértődjön meg megint. Ott leszek. Elhívjuk castingra, aztán valószínűleg azon úgy járt, és akkor utána nem tudom. És megköszönjük, hogy próbálkozom máshol, tudod. De Pici, neked van olyan barátod egyébként, akit el tudsz vinni ebben a műsorban, aki vállalja, hogy veled a tévében na, nagyon szerepel? Nehéz volt, tényleg nehéz volt. Ugye? De nem azért, mert velem, bocsán, nem, velem egy... kicsit rosszul teszed fel a kérdést, tehát nem velem, hanem egyáltalán szerepelni utának. Tehát az én barátokrém az nem ilyen szereplős, de azért sikerült valamit összehozni. Mert ugye azt mondjuk el a műsorról, ami ma indul, ugye jól emlékszünk mindannyian. Nagyon jól mondod, azt még nem tetted hozzá, hogy a híradó után közvetlenül a híradó után. Tehát híradó azonnal után a híradó utána ráindul. Azonnal a híradó után ma indul. Hogy van ugye egy ismert ember, akit te elhívsz, és neki kell hozni családtagot vagy barátot, még három főt. Tehát így áll össze a csapat? Hát elvileg családtag, de hát ugye lehet a másod unokatestő, ha értek, a harmad unokatestő, a keresztlányom unokatestvérnek az anyjának a húga, tehát nem annyira szigorú ez a dolog. Annyi a lényeg, igen, van egy celeb, vagy híresség, és akkor ő játszik az anyjával, az apjával, hát akit vállal, vagy nem tényleg, vagy képernyő képes a családtagja, és akkor tulajdonképpen négy ember játszik, a másik négy ellen. És azért gondoltatok a Csonka Picire, mert nem intelligencia teszt van, ugye? Tehát nem okos, nem műveltségi kérdés. Se énekelni nem kell, se okosnak nem kell, hát mivel? De nem kerültem el az első körbe, ne haragudj már. Kik jöhetnek be a műsorba, kik jöhetnek be, és mivel ez nem egy olyan, ahol exakt kérdések vagy. Hát de egyébként az a műsorvezetőre is vonatkozik, tehát nem csak a vendégekre, hogy legyen egyelő a színvonal, tudod, tehát ilyen szempontból ezért vállaltam el az egészet, mert gondoltam, hogy nem jöhetek bajba. És hát az ő esetében ugye tettetek egy másik kivételt is, mert neki nem családtagot kellett hozni, hanem beértétek a pszichoanalitikusával, az Uri Szabójával és az urológusával. Én Csonka családban nőttem fel, nekem igazolásom van arról, nem kell vinni családtagot. Balázs, tényleg igen, bár, én beállítottam. A pici urológus egyébként nagyon nagy forma, tehát hatalmas. Te is ismered? Így van, nemzetközi hírű. Hát a Balázs ajánlott, a ne hülyeskedj. Mit akarták kérdezni, Jani? Ja, de csak mondtam, hogy hát a urológus az igen hobbi szinten egyébként egy nemzetközi hírű kráter kutató, úgyhogy. De csak fotóról. Na, hát ez már hiányzott. Ez már nagyon hiányzott. Tájföldön ilyen nincsen, te mondom, unalom a köbben. Mint kicsit más szerezgés, senkivel nem szemétkedek, beszélgetek nagyokat a családomat, szerezgetem őket, fürdünk, de ahogy meghallom a hangotokat, megy az aljaskodás. Ez nagyon jó. Azért ez is tetszik, úgyhogy... Itt szeretetnek nyoma sincs. Én nem tudom, én beállítottam ezt a DVD felvevőt, én mindenki akarom kockázni, tehát le akarom pauzázni, és állandó újra indítani, minden pillanatát élvezni akarom ennek a műsornak. Mert ez hány perces lesz? Igen, ha már így fölhívtatok, akkor mondok gyorsan róla két mondatot, azon túl, hogy a híradó után lesz ma este, a híradó után.
Alapján véve tényleg ez nem egy kvíz, és ez szerintem egy tök hiányfotó dolog lesz, mert hogy mostanában elég sok az ilyen reality, meg áreality, meg nem tudom. Ez meg egy ilyen nagyon könnyed, nagyon kis nevetős 40 percecske igazából, ami szerintem pont egy olyan dolog, ami most nincs jelen pillanatban a piacon. Persze, majd nyilván különböző kommentekben megírják, hogy hát még milyen hülye, meg bugyuta kérdések vannak, de ennek pont ez a lényege, hogy nem kvíz kérdésekre kell válaszolni, hanem azt kell kitalálni, hogy 100 ember, aki az összes kérdést megkapta, és mindegyik kérdésre egy választ írhatott, hogy próbált gondolkodni, hogy gondolkodik a magyar ember, és mondjuk van egy olyan kérdés, hogy mi található a nagymamák éjjeli szekrényén szerinted. És akkor azt kell kitalálni, hogy az emberek megkapták ezt a kérdést, a végrendelet, igen, hát szerintem ez a sor, három fogsor, a gyöngyfüzér, a mit tudom én, rózsafüzér, a könyve, az unokájáról egy fotó, és azt kell kitalálni, hogy 100 emberből hányan mondhatták mondjuk azt, amit te gondolt jónak, és mondjuk 100 emberből 10 azt mondták, hogy rózsafűzér, az 10 pontot jelent. És akkor így épül föl önmagában a műsor, egy csapat jut be a végjátékba, és ott 2,5 milliót lehet elvinni. Ez a lényege. Tehát semmi ilyen, mikor volt a Nándorfehérvári csata, meg kivel, hogyan is, miképpen ugrott Dugolics Titus, tehát ilyenek nincsenek, hanem ilyen nagyon könnyen, nagyon általános, ilyen jó hangulatú kérdések. Hát értem, hogy is lenne egyébként feltenni picinek ilyen kérdéseket. Mindaddig, hogy meg nem érkeztem, addig jó hangot. miért fárasztanánk a picit az aranybulla megújításával? De lehet, hogy meg se kell. Ki a fenét érdekel? Nem, hát egyébként az egy külön műsor, arra majd én hívlak meg téged, de olyan kérdések lesznek, hogy berokkansz. De nem sok Andrást ismer, azok közül is csak a sport. Nem, a többi nem is érdekes egyébként, kit érdekel a többi. Most figyelj, volt olyan egyébként, hogy a családtagok, barátok szereplésben és egyáltalán produkcióban lealázták az ismert embert? Tehát jobbak voltak? Hát általában azért úgy castingoljuk őket nyilván, hogy legyen valami rezgés. Tehát, hogy persze, nagyon jó felnyukák vannak, nagyon jó fej nagymamák vannak, nagyon jó fej tesók vannak. Tehát, hogy de van a kicsit visszafogott, zárkózottabb unoka tesó, akit azért így egy kicsit így lehet így vele viccelni, meg szórakozni. Mindig nagyon érdekes, hogy a nexus, hogy maga a híresség, a családjával, az anyával, az apjával, a tesójával hogy játszik. Ugye ezt ritkán látjuk, mert őket a tévében állandóan, de a családtagjuk, csak jön vissza a mojito, hogy a családtagjukkal viszont... Élőben hájt a híres műsor. Írja a blik. Ez már reflux. Két litert nem bírom tovább. Szóval, hogy a családtagjaikkal hogy működnek, meg milyen nexusban vannak, és hát persze megy a másik csapatnak a beszólogatás. Tényleg, tehát úgy kell képzelni, mint régen az Activity-t, ami volt ugye a Szulákkal, hogy ilyen nagyon könnyed, két csapat egymásra szembe, és röhög itt az egész, tehát semmi komoly. Ma fél hétkor a híradó, amikor elkezdődik, és utána ez a műsor megindul, az RTL-en ma fél hét után, akkor tudjuk-e, hogy ki az első, vagy ki van a mai adásban, nem tudod véletlenül, nem emlékszel rá? Hát, tudom, az biztos, hogy a Tóth Gabi kezd, de hogy már kivel arra nem emlékszem, mert kb. Egy 20-at már fölvettem. Aha, ez úgy, volt a fontos hogy, nekem. Az biztos, hogy ő a kezdő, aztán majd jön a másik család, de most aztán meg nem mondom, mert egyébként 15 családdal találkoztam már, mielőtt elutaztunk. Neked hát a mohító is ott van már benned, úgyhogy kérdez, nem is várom. Nem, figyelj, 3 literig meg se érzem, tehát szivacs vagyok. Hát tényleg, hány óra van most ott? Hány óra van most? Itt a 6 órával vagyunk előrébb, tehát megmondom neked itt. Fél 4 van pontosan. Nem, igen. Hát ha te fél 4-kor ebédelsz, akkor így. Bankokon keresztül utaztál, láttál valamit, vagy elért egyáltalán a reptérre az a fajta kis, hát nem mondom, hogy ilyen nagyon jó fejkedés, ami ott most folyik kint, de lehet valamit a zavargásokból érezni? Itt semmi, itt tök nyugi van. Tehát ez Bangkoktól körülbelül egy 600 kilométerre van. Én Bangkokba ugye ki sem mentem, hanem egyből átszálltam. Amíg nem foglalják el a repteret, addig nincs gond, ha már azt elfoglalják, addig hazajössz. Haza menni. De hát most bízom ebben a következő 6 órában ez nem történik meg. Úgyhogy nem. Hát így hallani ilyen tüntetések, de itt nem. Tehát ez egy 600 kilométerre nincsen. Itt nincsen nagyon semmi, igazából, hál' Isten. Csonka pici fog tőled elköszönni, mert ő köszöntött. Nem, mert sírok, nem tudok elköszönni, mert remeg a számszéle, és sírok azért, hogy hallottam hangodat, és tényleg ilyen sztára beszélgetek reggel, de most már tényleg engem, egyébként ma nem is vállaltam semmit este, mert otthon leszek. Nézni akarom élőben és egyenesben Sebestyé Balázs legújabb műsorát, a 4-4 ellent. Júj, de szép volt, apucinak, hát köszönjük, nézd meg. Még a műsor címét is tudja. Hát tudja a műsor címét a pici. Figyelj, minden rendben van. Sajnálatod, hogy nem vagy itt egyébként, de majd menjél fel mindenképpen a Facebook oldalunkra, megnézheted, hogy öltözködött fel ma reggel a pici, olyan, mint hogyha belelapoznál egy 1972-es burdába. Csortos Gyulától kaptam a kardigánomat, nézd meg, fog tetszeni neked, te is ilyeneket hordasz. Itt egyébként szenzációs a dolog, mert kétféleképpen ismerednek, hogy magyar van, tehát hogy nagyon kevés viszonylag a magyar, tehát erre valahogy nem jönnek, hál' Isten.
Az egyik ez a kezi csókoló, mennyibe kerül, mondjuk a magyar a tájnak, amire felkapod a fejed, nagyon szeretem. A másik, ami meg abszolút tipikus, a gyere már Lajos. Te melyik kategória vagy? Életem se Krisztián, vagy nem tudom, Kornél, vagy tudom, nem tudom, gyere már Lajos. Ezt erre kaptam föl tegnap, hogy gyere, Lajos nem akart menni, mert megalakult már este 11 órakor egy tájmasztás után. Úgyhogy Lajos nem akart menni, de így tudtam megállapítani, hogy jó van azért. A magyarok minden lozolnak, gyere már Lajos. Itt a harmadik, az nem ott a Balázs. Igen, de nézd már, nem a Balázsról. Hogy kerül ide? Továbbra is tartom az ajánlatot, hogy zsebbe 15, ha valaki lefotóz, mert megint fölnyomtak a borsba, nem jött ide az illető a reptéren, úgyhogy már emelek az ide, zsebbe 17, jó? De mi kint? Várj, a kinti reptére? Vagy itt, már itt Budapesten fölnyomtak? Nem, Bécsbe lefotóztak, igen. Pedig hiába tettem meg az ajánlatot, ne felejtsétek el, az újság, amit ígér, az bruttó, én zsebbe 15. Hát a Balázs, az, már de várj, adj nekem egy 20-ast, és akkor az argentin fotókat, amit ugye kint voltunk együtt, akkor azokat elégetem is lenyelem. Az neked nagyon sokat adok, mert ott azért vannak érdekes képeim. Illetve felfedeztem egy újfajta masszázs, ami eddig nem volt, de most már ők is, nem a bum-bum finish van, meg a happy finish, hanem a bang masszázs. Ez van kiírva most már egy-két helyre, bang masszázs. Szerinted mit tud? Jó, de mondja el. Ja. Hát nyilván az teljesen egyértelmű, de eddig ez nem volt itt Szamuin, pedig mindenki azt hiszi, hogy itt ez teljesen tipikus, de nem volt, csak ilyen lábmasszázs, vagy nem tudom. Most van a masszázs, ez ilyen fura külsejű, kis emberek küldögélnek. Ha, akkor tovább maradsz? Valaki küldögélnek. Tovább maradsz. De voltam Travisón, azért azt mindig érdekes látni, hogy lemegy a Travisó, utána lehet velük fotózkodni, egyébként elképesztően jól néznek ki, tehát én komolyan mondom, hogy tényleg két mohító után abszolút elgondolkozom. Nézőként voltál? És a Viki rángatta el. Nem, Jani, felléptem. Kihoztam három parókát, és elnyomtam a Viti Houston-t, az I Will Always Love It. Nem, csak nézőként voltam, bemész, iszol egy sört, az a belépő, és a végén ezekre a travikra egyébként lehet alkudni, tehát utána ott állnak a kiéhezett német turisták, ketten, hárman, férfiak, és ezt először láttam, három férfi megvárja a kiárat nálam, meg a travik ugye lejönnek, és ők fölülnek a kis motorjukra, és ha nem viszi el őket senki, akkor elindulnak hazafelé. De ha elviszik őket, megalkudnak rájuk, akkor pedig hát ha áll a díl, akkor ugye fölpattanak a kis motorra, és hát elindulnak egy elhagyatott bungaló felé, ahol szörnyű dolgok történnek. Na, hogy tudja, hogy végig, tudja? Hogy két német turista megalkudott. Igen, de várj, nem ez volt a legdurabb, állt két ilyen kicsit ízlésesen telt, szintén nem tudom milyen skandináv föld, akik megvárták, míg lejön az utolsó travi, és megalkudtak rá. Na most azért azt gondold el, hogy egy férfi, aki egyébként nőnek operáltatta magát, elmegy két európai nővel, és ezt én végignéztem. Tehát azért itt vannak érdekes. Érdekes, hogy ezek mindig megpillanatok. Na, legalább már te is tudod, hogy miért motorozik Deluxe a Johnny. A szerkesztőid viszont figyelik a reggeli műsort, mert megírták, hogy Puskás Petiék a másik család. Nyilván Benfentes lehet, aki tudja. A Puskásék, tényleg. Na, a Puskás látod. Petiék játszanak, így van. Igen, biztos, hogy Berki Krisztián írtam. Mert már tudja, hogy titeket fognak nézni. Berki Krisztián. Jó, Krisztián, igen. Jó van, akkor szerintem. Jó van, szerintem már jövök, gondolom, rettenetesen hiányzom. De hogy hiányzom. Köszönöm, rohagy. Az egyetlen őszinte. Na, de egy kicsit az igen. Jó van. Siess haza. Hú, de őszinte volt az. Siess haza. Köszönjük, szerdán találkozunk. Szia Balázs, hello. Szia. Sebestyén Balázs, ma este, a híradó után. 4-4 ele, ugye az? Azaz. De most tényleg beállítottad, vagy csak puncsoltál neki? Tényleg megnézed? De tulajdonképpen engem érdekel, ez nagyon érdekel, és én szeretem ezeket a műsorokat, amiket Balázs vezet. De egyébként minden újdonságot megnézek. Az első adásig eljutok, aztán majd meglátjuk, hogy eljutunk vele. 4 perc múlt fél 10, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ez a szignál szokott itt lenni? Nagyon jó. De nekem ez is tetszett. Még mindig nem az új szignál, amit ígértetek. Nem, 11-re meg lesz az is. De ez miattad van, ezért tettünk be ezt 8 perc múlva. Ez 10 óra, szevasz Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Csabi.
Azt tudom, hogy amikor a Gangsta volt, akkor ugye kérhetett zenéket, amikor az Áron volt, akkor ment egy Káosz Központtal. A Ding Dong volt ma már? Hát kihagyom. Látod, látod Csabika? Tehát te vagy az, aki rád számítottam, hogy beülsz kedvesen, és akkor rögtön az első szabad, rögtön ez a és kirúgalás nagyobbat látod, kirúg belén. Nem, bár mondtam nektek, bárcsak találnék egy olyan dalt, egy olyan slágert a 70-es évekből akár, ami ennyire aludt évekig, és utána pedig érdemes feldolgozni. De én abszolút nem rossz indulatban mondtam. Abszolút. Hát a Csabi egyébként az az ember, aki ezt játszotta valamikor még igen. A legendás műsorodban, meg egy igen, másik csatornán. Rászólt valaki. És ezt le is tiltották utána rögtön. Adott érte pénzt? Vagy persze, befizettem magamnak. Szerették a hallgatók. Képzeld el. Ez volt. Ne legyen, most nagy csend van. Inkább ne szólaljatok meg inkább. Nem, csak annyi azért kulisszatitkot mindenképpen elárulhatunk, hogy minden egyes vendégünkkel kapcsolatban, akinek a valamilyen zenés vagy múltja volt, most próbáltam meg megfelelő szót találni, mindig jeleznünk kellett ugye a programigazgatónk felé, hogy melyik számot fogjuk leadni, és hát nálad is jeleztük, és hát mondta, nagyon sok smiley-et kaptunk vissza, és azt hittem, hogy poént rakott. Akkor stílus kell váltanom. Egyébként Jani, akkor esetleg ajánlata valamit, mert a te általad képviselt stílusot hallottam reggel, az ijesztő ugyan, de hát talán egy út lehet nekem. Azt azért szívesen meghallgatom, hogy te ilyet Ding Dong Metal? Hát az a baj, hogy... Ding Dong! Csabi, abban te ezt előadd, mert benyomnád azért. Simán. Az a baj, hogy veled így stílusban Karádi Katalin lenne kapatébülését. Hogy de? Már ez cuki felsőben most Csabi is megdicsérte a szvetteremet. Igen, teljesen igaz. Mit mondtál? Blazer. Azt mondta, bejött a Csabi, de szép blazer van rajtad. Kerestem a idegen. Nem értetek hozzá sajnos egyáltalán. Az divat az elrohan mellett. Csak te vagy nekünk ikonnak. Majd jövök. Csabinál van valami játék. Képzeljétek el. Az új Nissan Qashqai Quiz. Zseniális ajándékcsomag minden órában, értelemszerűen nagyjából sejtjük, hogy mi lehet benne, autós ajándékok, és van egy hetes tesztvezetés. Az tesztvezetés az olyan, hogy igaz, hát a három napot szoktak adni. Igen, de ez most egy hétig megkap egy valami Qashqait, az, aki ezt megnyeri, és akkor ott szépen kipróbálhatja, hogy tulajdonképpen miért érdemes vezetni azt az élményt, most átélhetik. És mit kell csinálni hallgató. Azért, hogy az ember benne legyen a kalapban? Nagyon nehéz feladat lesz, figyelni kell a rádiót, a Klassz FM-et kell hallgatni folyamatosan. Egyszer csak elhangzik majd egy kérdés, ráadásul a helyes választ is megmondom, meg egy rosszat is. Aha. Tehát, hogy mondok egy A-B verziót, és akkor a helyes válasznak a betűjelét egy SMS-ben el kell küldeni, ráadásul nem emeldíjas a mi hagyományos SMS számunkra, és aztán onnan ki fogjuk sorsolni azt, akit óránként felhívunk, és megnyerheti ezt az ajándékcsomagot, meg a lehetőséget a fődíjra. Mindig az A-válasz a jó, vagy? És néha a B. Hívjuk már is a nap hallgatóját. Ha bemondja, hogy morning show, vagy azt, hogy ding-ding-dong, akkor adunk ajándékcsomagot. De az csak ma van. Tehát az csak a mai nap van. Holnapra már nem engedem ezt nektek. Morning show. Ez a... De jó van. Csak sikerült. Isteni. Most mondtam, hogy ha még esetleg a hallgató azt mondja, hogy ding-ding-dong, akkor ma azt elfogad, is elfogadom. Kérlek, mondd azt is, hogy legyen már egy kis jó napom nekem is. Hát egy picit elgondolkodtam rajta, hogy mit mondjak. De nem akar. Egyébként pedig hát idevágó témába vágó az SMS is. Sajnos ma nem tudom végighallgatni a műsort, de azért hallgattam egy picit. Yeah. És ez így is volt, nem is üllentettem. Yeah. A keresztnevedet elárulod? Attila vagyok. Attila. Zseniális, gratulálunk, és gondolom, hogy ilyenkor nyeremény is van, képzeld nem? Képzeld el, igen. Milyen nagy vonalú nyereményeket tudunk felajánlani Attilának? Egy morning show-s nyereménycsomag extrákkal megtűzdelve benne. Tudjuk, van mi van benne? CD 15 évvel ezelőtt. Persze, természetesen 1500 darab még bezúzatlan CD. Annál sokkal több van. Nem, Attila, tényleg. Én majd valamit kitalálok neked, egyébként az előző hölgynek is, aki miattam vesztett, ugye, azt mert tovább igen. Nem baj, a hivatalos oldalamat lájkold Attila, és akkor, utána mindenképpen ott írjál nekem, és akkor én küldök neked valamit. Az a tiéd lesz. Tényleg így lesz. A lájkoldás. Gratulálunk, te vagy a nap hallgatója. Szia Attila. Hello. Szia, neked is, köszi. Csaba, mondjál valami dalt a listából, amire így ráböksz. Ha már a Ding Dong nem, akkor igen, ha már az nem lehet. Ugye most az elmúlt hetekben ti a szerelem nagyköveteként állítottátok be teljesen helyesen a Vastag Csabit, de hát azért azt tudjuk, hogy ő valaha rockénekes volt, sőt, mind a mai napig azért ezt a műfajt nagyon helyesen műveli. Aha. És van egy újdonság, az a cím, hogy Őrült éjjel, és ezt a rockos vonalat képviseli. Na, ide jó. Na mondom, hogy erről van szó, ezt kell csinálni.
Rokkos vonal. Nincs más út. Pici, ha egy dalt megcsinálsz rokkosba, Bármit megcsinálsz rokkosba, be fogunk hívni ide, és bemutatjuk a rokkosdalt. Ezt akartam mondani. Jó? Így van. Megígérjük, nem? Meg. Ha tényleg rokkos alappal, rokkos éneket csinálsz, egy lehet dal. Lehet bármilyen dal. Lehet akár a régiek közül is, de ha teljesen újat akarsz, azt meg lesz. Feldolgozás saját bármilyen. Addig nem fekszem aludni, meg lesz. Annyira tetszett egyébként, hogy is idéztél az István a királyból, és te musical színész vagy, annyira el tudnám képzelni, hogy mondjuk eljátszod benne, hogy Laborcot vagy. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Isten érezte magam, és mindenkinek a legjobbakat egész napra és egész évre. Ha nincs a főnök, élni fogunk még vele, hogy gyere. Hát akkor ne legyen. Már mi? Csóka, Pici, köszönjük szépen! Szuper volt! Holnap jövünk Jánossal ketten, aztán 9-kor Kassa Tibi csatlakozik. A kívánság műsorban lehet dalt kérni a 061 555 55 00 számon. Szevasztok! Sziasztok!